Ismét köszöntjük hallgatóinkat a Kapocs a Tudáshoz podcastünk 12. adásában. A podcastünkben olyan virtuális fórumot biztosítunk a PTE kutatói számára, ahol a 21. századi publikálási trendek terén szerzett tapasztalataikat tudják megosztani egymással és a podcast hallgatóságával. Célunk, hogy a tudományos kommunikációban tapasztalható paradigmaváltás ebben a formában is megjelenjen az egyetemen. Beszélgetés sorozatunkban igyekszünk minél több tudományterület aktív művelőjét megszólítva, mélységében átbeszélni a tudományos élet aktuális trendjeit, és azt, hogy mit jelent a 21. században PTS kutatónak lenni. Előző adásunkban vendégünk volt Kemenesiné Kuruc Kornélia, a természettudományi kar adjunktusa, a Szent Ágotai János Kutatóközpontban működő Virológiai Nemzeti Laboratórium betegségvektor és betegségökológia kutatócsoport munkatársa, akivel többek közt arról beszélgettünk, hogy milyen hatásokra választotta a biológus szakmát, miért pont a szúnyogok állnak az érdeklődések középpontjában. Ezen kívül kérdeztük őt a moszkitoallert és a hazai rovarpiknik közösségi tudományos projektekről és a tudományos kutatásba bekapcsolódó társadalomról is. Végül arra is kerestük a választ, hogy ökológusként hogyan lehet elkerülni a klíma és egészségszorongást. Legutóbbi adásunk fókuszában a szúnyogok és az általuk terjesztett betegségek voltak. A nyár azonban nem csak a szúnyogokról szól. Ilyenkor van szezonja a levendula virágzásnak, amiből akár hűsítő szörpöt is készíthetünk. De gondoljunk a mentára, ami elmaradhatatlan kelléke a limonádénak, vagy az áfonyalekvárra, ami hamarabb elfogy, mint hogy belekerülhetne a süteménybe. Remélem, mindenki kitalálta már, hogy ebben az adásunkban még mindig a természetben maradunk, és a gyógynövényekre helyezzük a hangsúlyt. Mai adásunk vendége ezúttal Horváth Györgyi, a Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet vezetője lesz, akivel a kutatói életútján túl beszélgetni fogunk a gyógynövénykutatások sokszínűségéről, a Farmakognóziai Intézetben folyó kutatómunkáról és vendégünk intézetvezetői jövőképéről, valamint a gyógynövény alapú készítmények okos és felelős használatáról. A publikálással kapcsolatos blokkunkban igyekszünk ezúttal is kitérni a tudományterületi sajátosságokra és vendégünk gyakorlati tapasztalataira. Végül pedig előző adásunkra kapcsolódva kiderítjük, hogy milyen gyógynövények segítségével tudjuk előzni a szúnyogokat a közelünkből. Ha tetszik Önöknek a podcast műsorunk, kérjük iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket a Facebookon és Spotify-on, illetve lájkolják az adásokat. Tartsanak velünk a mai epizódban is! Üdvözlök mindenkit, Lovász Dávidnak hívnak, és ezúttal is Fekete Rita kollégámmal fogjuk feltenni a könyvtár kérdéseit. Igen, amit Rita is említett, hogy az előző adásban egy kicsit ilyen sötétebb tónusú volt a hangvétel, mert betegségekről beszélgettünk meg arról, hogy milyen veszélyekkel jár az, hogyha a természetben meglévő egyensúlyt felbontjuk, és úgy voltunk vele, hogy majd picit nézzük meg ennek a pozitívabb oldalát, egy kicsi nyáriasabb és pozitívabb hangvételű adást tervezünk, aztán majd meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Először arról szeretnék kérdéseket feltenni, hogy hogy alakult ki a kutatói érdeklődésed, és az egyetemi pályát hogy alakult eddig. Először azt kérdezném meg, hogy ha már gyógynövények és ilyen eredet történet, vannak olyan gyerekkori kapcsolataid, vagy emlékeid gyógynövényekkel kapcsolatban, amiket mondjuk így családból hozol? Tehát, hogy a gyógynövények szeretetét azt családilag hozod, vagy ez később alakult ki? Először is sok szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóit, és nagyon szépen köszönöm nektek, hogy meghívtatok. Én magam rendszeres hallgatója vagyok egyébként a podcast adásotoknak, és mindenkinek sok szeretettel ajánlom, hogy hallgassa a sorozatot. A kérdésedre válaszolva, amikor megszülettem, ugye gyerekként még nem találkoztam közvetlenül gyógynövényekkel, bár kertes családi házban nevelkedtem. Aztán megjelent ugye a édesanyám kertjében az első levendula bokor, és akkor úgy rákérdeztem, hogy mi az a szép lila színű virág, és anyukámmal kezdtem el akkor így kicsit beszélgetni a gyógynövényekről, hogy az ő idejükben, ők most már 80 év felett vannak a szüleim, nem volt annyi kórház, orvosi rendelő, gyógyszertár, mint manapság, és az emberek a természet patikáját használták a különböző betegségei gyógyítására. És az ő elmesélése alapján tudom azt, hogy az én
anyai nagymamám, akivel sajnos én már nem találkozhattam, használta a családban, és a gyerekeit is, így édesanyámat is gyógynövényekkel gyógyította. Ez a tudás átszállt édesanyámra is. Én úgy gondolom, hogy itt gyökerezik valahol ennek a forrása, hogy valahol itt mondhatjuk azt most pszichológiailag, hogy tudatalattilag, de valahol így a családunkban benne volt a gyógynövényeknek a szeretete, tisztelete és a használata is, akkor ezt így az én életembe is bekerült ez az alkalmazás. Több vendégünk említette azt, hogy amikor még mondjuk gimnáziumban járt, akkor egészen más pályát képzelt el magának. Te hogy voltál ezzel, hogy mondjuk gimnázista korodban volt már sejtésed azzal kapcsolatban, hogy végül itt fogsz kikötni? A rövid válaszom az, hogy nem. Viszont a természettudományok iránt mindig érdeklődtem, főleg a biológia, kémia iránt, és ezek a mai napig elkísérnek engem is, jelen vannak a mindennapi munkám során. Kicsit korábbra visszanyúlnék, hogy mi szerettem volna lenni. 3 babával nevelkedtem fel, és arra még én is emlékszem, hogy óvodás voltam, és sorba ültettem a babáimat, és akkor olvastam nekik valami kis mesét. Aztán, amikor általános iskolába mentem, akkor is sorba ültettem őket, és akkor megmagyaráztam nekik a matematika házi feladatot, és akkor a szüleim azt mondták, hogy ha ebből a lányból nem lesz pedagógus, akkor semmi se. És tehát első körben én Szombathelyre készültem a főiskolára, hogy majd pedagógus leszek. Aztán a gimnáziumba kerülve nagyon-nagyon jó mentoraim voltak, és terelgettek a biológia, kémia iránt, ami tényleg szívből jött nálam, és akkor ők azt mondták, hogy mindenképpen egyetemre kellene menni. Így is lett, ugye a Janos Pannonius Tudományegyetemen diplomáztam biológia szakon, és itt is maradtam ugye PhD-zni, tehát a kutatást is nagyon megkedveltem menet közben. És tulajdonképpen azt mondhatom, hogy azért visszakanyarodtam mégiscsak a pedagógus szakmához, hiszen a PhD alatt is már elkezdtem, voltak saját hallgatói csoportjaim, tehát megmaradt az is, amit valójában szerettem volna, tehát hogy pedagógus is legyek, illetve a kutatás is ott volt, a biológia és a kémia az életemben. Igen, titeket összekött az előző vendégünkkel, Kurucz Kornéliával, hogy mind a ketten a TTK-n, a biológus szakon végeztetek. Arról mesélni egy kicsit, hogy így egyetem alatt hogy alakult ez a kutatói érdeklődésed, milyen témák foglalkoztattak, miből PhD-ztel? Az egyetem alatt 2 fő téma köré csoportosítanám a munkámat. Nagyon kedveltem akkor is a mikrobiológiát, és Pesti Miklós tanárúrhoz mentem először szakdolgozni, és volt egy közös projektünk, amit egy darabig együtt dolgoztunk rajta, és utána elkezdtek a növények is érdekelni, és akkor utána Szabó László professzor úrhoz, az akkori növénytani tanszék vezetőjéhez kerültem, és a mai napig ugye a gyógynövények és a mikrobiológia is ott van az életemben, tehát sokat köszönhetek a 2 professzor úrnak, hogy ezen a pályán kicsit elindítottak engem, és Szabó László professzor úr volt végül is a PhD témavezetőm, aki most szintén jó egészségben van még közöttünk, és a gyógyszeristudományi karon emeritus professzor, úgyhogy azt tudom mondani, hogy akkor ugye a mikrobiológia és a gyógynövények kapcsolata, a gyógynövényekben lévő hatóanyagoknak a baktérium ellenes hatásaival foglalkoztam, és mai napig is ez az egyik fő kutatási irányvonalunk. Amikor kicsit utána jártunk így az egyetemi pályafutásodnak, akkor azt láttuk, hogy viszont innentől kezdve nem a TTK-n, hanem az általános orvostudományi karon folytattad a munkát. Erről mesélnél, hogy végül is egyrészt, hogy érted meg ezt a váltást, másrészt meg ebbe a gyógyszerészközegbe beilleszkedni a TTK-ról érkezve, ez mennyire volt kihívásokkal teli, mennyire volt könnyű. Igen, itt az előző adásban szintén beszélgettünk erről Nellivel, hogy például ökológusként a virológusok között, igen, ott azért voltak kihívások, voltak persze lehetőségek is, hogy ezt te hogy élted meg ezt?
Igazából Kornéliához hasonlóan azt tudom mondani, hogy kicsit nehezen éltem meg én is az elején, hogy hogy kerültünk át az általános orvostudományi karra. Ugye az elején még, amikor 2000-ben elindult a gyógyszerész szak, akkor még nem karként működtünk, hanem az általános orvostudományi karnak az orvos és fogorvos képzése mellett volt a gyógyszerész szak, és akkor még a laboratóriumi gyakorlatok jelentős részét is a TTK-n tartottuk, és akkor elkezdődtek a beruházások, a Rókus utcai kampuszépület lett kijelölve a gyógyszerész képzésnek, és akkor szép lassan mi is költöztünk át abba az épületbe, és Szabó László professzor urat kérték fel, hogy a Gyógynövény és Drogismereti Intézetnek, azaz mai nevén a Farmakognózia Intézetnek legyen a vezetője, és ő neki viszont szüksége volt fiatal kollégákra, akik a laboratóriumi gyakorlatokat tartották, besegítettek az előadások tartásában, és akkor kolléganőmmel, Farkas Ágnes egyetemi docenssel, hát akkor még Ági is ugye pályakezdőként, tehát mi ketten jöttünk át, és akkor csatlakozott hozzánk Pap Nóra kolléganőnk, és így professzor úrral négyen, tehát egy kis négyfős csapat indult el, és így alakult igazából a történetünk. A kihívásokra én is tényleg azt tudom mondani, hogy jól reagáltunk, viszont ha most megnézem, így 2024-ben, mivel a gyógyszerészeti jellegű kutatások is interdisziplinárissá váltak, tehát most gondoljunk, hogy bejött már a biotechnológia is eléggé mély szinten a gyógyszerkutatásokban, biológiai gyógyszerek készülnek. Nagyon fontos az immunológia, a mikrobiológia. Így úgy érzem, hogy a kollégák is felismerték azt, mint a gyógyszerész kollégák, hogy szükség van erre a gondolkodás, nem csak azra a tudásra, amit ők hoztak magukkal az egyetemről, hanem itt most már van köztünk vegyész, biológus, biotechnológiával foglalkozó kollégák. Tehát, hogy úgy leszünk eredményesebbek és hatékonyabbak, hogyha sokszínűek vagyunk végzettség tekintetében. És egyébként 2016-ban ugye létrejött a gyógyszerésztudományi kar, és akkor pedig oda kerültetek át. Ez segítette ezt a sokszínűséget, vagy szakosodást? Hogy élted ezt meg? Meg igazából tényleg azt, hogy az egyik legnagyobb múltuk arról egy újonnan alakuló, frissebb, sokkal kisebb és sokkal fókuszáltabb karra kerültetek át? Akkor bennem volt most személy szerint a félelem, hogy lesz tovább, mert azért az általános orvostudományi kar ma is a Pécsi Tudományegyetem legmeghatározóbb és létszámilag is a legjelentősebb kara. És úgy éreztük, hogy na, akkor minthogyha a gyermek kicsit leszakad a szülőjéről, és akkor önálló életet kell kezdenie. Tehát bennünk volt ez, hogy hogyan fogjuk tudni ezt megvalósítani. És most így visszagondolva azt gondolom, hogy egyrészt jó is ez, mert ad egy motivációt, hogy kollégáknak is, hogy jó, akkor ne csak az orvostudományi kar szabályi szerint gondolkodjunk, hanem van egy lehetőség, hogy kialakítsuk a saját magunk is kutatási, oktatási környezetét, rendszerét, tehát van ebben lehetőség is. Ugyanakkor az tény és való, hogy most már karként önállóan gazdálkodunk, tehát a bevételeinket, azokat, a kiadásainkat nekünk kell megtervezni, tehát pénzügyi szempontból ugye egy jelenlegi gazdasági helyzetben azért nem egyszerű fennmaradni, de mi is például elindítottuk a gyógyszerészképzés mellett ugye a biotechnológus BSC, angol nyelvű képzést is, tehát vannak lehetőségek, és természetesen vannak nehézségek is. Amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy viszont a mai napig nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk az orvostudományi karral, tehát oda-vissza megy ez a támogatás, és én úgy gondolom, hogy ennélkül nem is tudnánk működni. Nagyon sok adminisztratív segítséget kapunk még az AOK bizonyos részlegeitől, például a tanulmányi hivatal tekintetében van egy tanulmányi csoport, akik a gyógyszerész hallgatók dolgaival foglalkoznak, de ez be van ékelődve az orvostudományi karnak a tanulmányi hivatalába. Egyébként ezen az új karon te rögtön 2023-ig tudományos és diákjóléti dékán helyettes is voltál, szóval
eléggé meghatározó szereplője vagy, és alakítottad is ezt. Egyrészt mi volt a feladatod, erre szeretnék elkérdezni, másrészt pedig arra, hogy hogy összegeznéd ezt, milyen tapasztalatokra tettél szert? Ugye, ahogy az elnevezésben is benne van, egyrészt a kar tudományos életével kellett foglalkozni, inkább koordinációs szerepköröm volt, tehát összehangolni hallgatói szinten ugye a tudományos munkát, a tudományos diákköri tevékenység keretében, illetve hogy a karra hozzunk be cégeket, akikkel közösen be lehet adni kutatásfejlesztési, innovációs pályázatokat, szakmai rendezvényeknek a koordinálása, és a diák jóléti az pedig elsősorban az, hogy a bármilyen problémával jöhettek hozzám a diákok tanulmányi kutatással kapcsolatban, egyetemi élettel kapcsolatban, és akkor igyekeztem a megfelelő kollégák felé irányítani őket, úgyhogy minden, ami az ő jólétüket így szolgálta, tulajdonképpen feladatköröm volt. Szintén egy kihívásnak is, de egy lehetőségként éltem meg. Ami nagyon jó volt, hogy ebben a szerepkörben azért részt vehettem rektori tanácsüléseken, szenátusi üléseken, tehát ott találkoztam személyesen is rendszeresen a kollégákkal, az egyetem egyéb karain, ról érkező kollégákkal, vezetőkkel, és jó volt velük beszélgetni, hogy nekik milyen nehézségeik vannak az életben. Megosztottuk egymással a tapasztalatokat, de a jó tapasztalatokat is, és esetleg a negatív tapasztalatokat is. Úgyhogy ez a közös beszélgetés, ez az eszmecsere, ez nagyon jó volt így. Eleve akartunk kérdezni ilyen diák jóléttel, meg mentorálással kapcsolatban, de látszik is, hogy nagyon szereted, meg nagyon felcsillant a szemed, amikor erről beszéltünk. Szóval erről a mentor szerepről szeretnélek kérdezni, hogy egyrészt milyen példák voltak előtted, másrészt meg hogy látod azt, hogy lehet most eredményesen segíteni a hallgatóknak az egyetemi pályáját. Erről szintén egy korábbi adásunkban beszélgettünk Rácz Pucer Petrával, hogy az Z-generációs hallgatóknak elég más igényeik vannak. Te hogy látod ezt, hogy lehet most jól segíteni? Mi az, ami mondjuk a tehetséggondozásban, meg eleve az egyetemi hallgatói létnek a segítésében tudtok tenni oktatóként? Akkor visszatérek ahhoz a kérdésedhez, hogy nekem milyen mentoraim voltak. Úgy gondolom, hogy egészen akkor a gimnáziumi időkbe mennék vissza, mert ott két tanárnő, Szőke Attiláné osztályfőnököm, aki biológia-kémia szakon végzető maga is, és egyrészt neki köszönhetem azt, hogy például a kémia irányában még inkább elindultam, és Miklós Endréné tanárnő, aki jelenleg is a gimnáziumban dolgozik, és hozzá pedig biológia fakultációkra jártam. És tőlük megtanultam, hogy mennyire érdekes a biológia, amikor egy csomó kísérletet elvégeztünk. Ez nagyon jó volt ott a gimnáziumban, Kaposváron, hogy nem csak a tankönyvekben olvashattuk a biológia érdekességeiről, hanem laboratóriumban is mindent kipróbálhatunk, és állandóan kísérleteztünk. Nekem ez nagy előnyt jelentett, úgy érzem, a felvételi idejében is. Aztán az egyetem alatt pedig ugye a természettudományi karon tanultam, de nagyon sok professzor úr az általános orvostudományi karról jött, tehát a TTK-ra is tanítottak bennünket. Lénár László professzorot szeretném megemlíteni, élettan tanított nekünk. Zseniális volt, ahogy az előadásait tartotta. Aztán Hámori József akadémikus professzor, aki sajnos már nincs közöttünk, de az ő személyisége is egy nagyon megfogó volt. Nem csak olyan szempont, hogy hatalmas szakmai tudásuk van és volt ezeknek a személyeknek, hanem egyszerűen kiálltak, és a már maguk a személyiségük is egy tekintélyt parancsoló volt. Művelt emberekről van szó, tehát akik a művészetben, nem csak a tudományban, a saját tudományterületükön, hanem a egyéb területeken is hihetetlenül felvilágosultak voltak, és ez nagy hatást gyakorolt rám. Én magam is
például járok a Kodály központba, van egy mesterbérletem, szeretek színházba járni, könyveket olvasok más témában, nagyon érdekelt már az egyetem alatt a pszichológia is, úgyhogy sok ilyen témájú könyvet olvasok, önismerettel kapcsolatos könyveket is olvasok, nem csak a szakirodalmat, amivel foglalkozom. Ez számomra nagyon meghatározó volt, és hadd említsem még meg Nyíredi Szabolcs professzorot, sajnos ő sincs már közöttünk, ővele beszéltem át, amikor PhD-s voltam az első cikkemet, hogy nézzük át együtt, hogy kellene itt a bírálatokra most reagálni, meg mit szeretne a bíráló, hogyan alakítsam át úgy, hogy azt a publikációt el is fogadják, és professzor úrhoz utaztam fel, ő a Budakalászi gyógynövénykutatónak a vezetője volt, és sokat köszönhetek neki ilyen szempontból is, hogy a tudományos pályámat is picit irányította, másrészt pedig meghívott a kutatóközpontba, és ott a laborokat megnézhettem, akkor még nagyban ment a gyógynövény minősítés, és nagyon-nagyon meghatározó volt számomra ez a kvázi szakmai gyakorlat, amit ott eltölthettem, úgyhogy nagyon hálás vagyok az életnek, hogy ilyen személyekkel találkozhattam, de természetesen én úgy gondolom, hogy napi szinten minden kollégánk hozzánk tesz egy kicsit, tehát amikor így együtt dolgozunk, akkor úgy gondolom, hogy valamilyen szinten mindenki hatással van a másik életére. És egyébként hogy látod hallgatói szempontból az, hogy egy kisebb kar vagytok, ez mondjuk eredményezi azt, hogy így jobban oda tudtok figyelni a hallgatókra, és jobban tudjátok egyengetni az útjukat, mint egy olyan karon, ahol sokkal, sokkal nagyobb a portfólió, és sokkal, sokkal több hallgató jut mondjuk egy oktatóra. Ma már azt látom, hogy például visszakanyarodok ugye az orvostudományi karhoz, ott alakultak olyan kollégákból csoportok, csapatok, akik szintén azzal foglalkoznak, hogy a hallgatók jól töltsék el a mindennapjaikat. Tehát számos nagyon jó kezdeményezés, a pszikont szeretném az orvostudományi karról kiemelni, tehát ez egy pszichológiai konzultációs lehetőség oktatóknak, hallgatóknak. Ha van egy kis elakadás bármilyen oknál fogva az életünkbe, akkor mehetünk és szakemberekkel lehet konzultálni, de ők a well-being projektet is elindították, tehát és az orvostudományi kar létszámilag a legnagyobb, ugye ahogy említettem korábban az egyetemen, tehát ma már azt hiszem, hogy összefogással, motiváltság, akaraterővel, dékáni támogatással meg lehet bármit valósítani, függetlenül attól, hogy hányan járnak arra a karra. Viszont azért azt is látom, hogy mi körülbelül ugye 450 fő jár hozzánk hallgatói létszám tekintetében a gyógyszerésztudományi karra. Ilyen szempontból barátságosabb légkört, családiasabb légkört tudunk kialakítani a hallgatókkal, tehát 24 fős, de valamikor választható kurzusainkon néhány fővel dolgozhatunk együtt, úgyhogy ez mindenképpen kicsit elmélyíti azt a mentorálási lehetőséget egy oktató számára, amit mondjuk lehet, hogy nehezebb kivitelezni egy jóval nagyobb létszámú csoport esetében. Én azt látom, és dékán helyettesként is azt tapasztaltam, hogy a következetesség az nagyon fontos. Tehát én az év elején megmondom a hallgatónak, hogy ez a tantárgy miről fog szólni, mi a bemenet, mi lesz a kimenete a kurzusnak, neki mit kell ebből elsajátani, ez hol fogja az ő hivatását szolgálni. Tehát hogyha világosan látja ezeket a célokat, hogy neki is miért kell belefektetni az energiát, akkor, és ahhoz én tartom magamat, tehát azt mondom, hogy fél év során írunk két dolgozatot, akkor abból nem lehet 3, 4 vagy 24 dolgozat, mert akkor ott már sérül ez a bizalom, ez a bizalmi kapcsolat. Tehát ezt nagyon át kell gondolni egy tantárgyfelelősnek, hogy szervezi az ő kurzusát, és hogyha az oktató megmutatja az emberi oldalát, tehát, hogy én sosem egy hierarchikus rendszerben gondolkodtam. Számomra ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt, amikor például ebben a szemeszterben, harmadéven találkozom elsőként a gyógyszerész hallgatókkal, és bementem a farmakognózi előadásra, és akkor úgy köszöntöttem őket, hogy kedves kollégák. És ők már ennek örültek, ez szóban fél év vége felé vissza is kap,
kaptam, hogy ez nekik olyan meghatározó élmény volt, hogy még sehol a diploma, és még ott ülnek az iskolapadban, úgymond, és már kollégaként tekintek rájuk. Mert egy családiasabb légkörben, ahol megvan azért a következetesség, sokkal jobban lehet haladni a közös munkával, és megnyílnak a hallgatók is. Sokszor volt olyan tényleg, aki bizalmasan jött be az irodámba, és magánéleti problémájáról számolt be, és akkor ott úgy éreztem, hogy azért megvan az a bizalom a irántam, hogy elmesél akár egy családi történetet, amiből neki akkor éppen egy nehezebb periódus, egy nehezebb szemeszter alakult ki, és ezt próbáltam továbbítani a kari kollégák felé, hogy mert abban a fél évben az illető hallgatónak emiatt nem is volt olyan a teljesítménye, mint korábban, hogy legyünk kicsit megértőek. Empátia nagyon fontos tulajdonság. Tehát nem a hierarchikus rendszer fog eredményre vezetni. És nagyon fontos, én magam is említettem nektek, hogy pszichológiai témákat szeretek olvasni, és most olvasok azért is, hogy nem csak a hallgatókat, a szüleim is, akik 80 év felett vannak, tehát hogy már akkora különbség van a generációk között, hogy főleg egy boomer generáció, és most egy alfa generáció között, de én X-es generáció vagyok, és a mostani generáció között, de hogyha bennünk van az a motiváció, hogy értsük meg egymást, amiről most sok szakember is beszél, akkor sokkal könnyebb elfogadni egymást, úgy gondolom. És én is próbálom megérteni a mostani generációt, hogy ők egy teljesen más, egy digitális világban nevelkedtek fel. Nekem még volt Walkmanem, unokahúgomnak már el kellett magyarázni, mi az, hogy Walkman. De ez nem gond, csak ugye szokták mondani, mások az egyes generációk. Nekem is volt még Walkmanem. Milyen jó volt az? Egyébként igen, én szerettem. Hamarosan rátérünk egy kicsit egy elméleti blokkra, amikor beszélgetünk a farmakognóziáról, meg fitoterápiáról és hasonló izgalmas témákról, viszont először felteszek egy olyan standard kérdést, amit minden vendégünknek felszoktunk tenni, és ez alapvetően az ilyen kutatói bemutatkozás kérdése. Szóval most, hogy már megismertük az egyetemi pályádat, megkérdezném, hogy definiálnád magad kutatóként, milyen kutatási témák állnak az érdeklődésed középpontjába? A gyógynövények nagyon sok érdekes vegyületet termelnek. Ezt Nyiredi professzor úrtól hallottam, hogy ő úgy gondolja, hogy valahol a növényekben ott van a rák ellenszere is. Ezt még tőle hallottam. És ma például nagyon sokan foglalkoznak több kutatócsoport világszerte a növényi hatóanyagoknak a rák gyógyításban betöltött szerepével, csak hát ez nem egy egyszerű terület, tehát itt a maga rák betegség is nagyon sokféle lehet, sokféle mechanizmus állhat a hátterében, sokféle típusú rákkal találkozunk, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, nagyon ígéretes terület. Én kifejezetten a növényi vegyületek közül az illóolajokkal foglalkozom, és az illóolajokkal kapcsolatban egyrészt laboratóriumi, in vitro kísérleteket, állatokkal kapcsolatban is vizsgálunk bizonyos hatásokat, ezeket hívjuk in vivo kísérleteknek. Az in vitro, tehát laboratóriumban egyrészt az antibiotikum rezisztenciáról biztosan már hallottatok, és hát a kedves hallgatóság is bizonyára. Próbálunk keresni olyan növényi molekulákat, amelyek olyan hatást produkálhatnak, mint a szintetikus antibiotikumok. Egyrészt, mert azt tudni kell, hogy a 90-es évek után már nem igazán fejlesztenek a új antibiotikumokat a gyógyszeriparban, tehát a számuk csökken, viszont a antibiotikum rezisztens, most már multirezisztens törzsek, azok pedig emelkednek, és ez nagyon nagy probléma lesz, ez 2050-re mondják, hogy több 10 millió ember fog antibiotikum rezisztencia miatt meghalni. Tehát egyrészt ez a területünk, és akkor mikrobiológiai vizsgálatokat végzünk. Másrészt nagyon sok krónikus betegség, vagy akár akut betegség hátterében a gyulladás folyamata áll, és keresünk olyan növényi vegyületeket, itt elsősorban az illóolajok között, illetve ezeknek komponensei között, amelyek gyulladás csökkentő hatással rendelkeznek.
nagyon érdekes területtel kezdtünk el foglalkozni, ugye a neurodegeneratív betegségek száma is, és a betegek száma is egyre inkább nő, tehát a Parkinson korra gondoljunk például, és most a Pandur Edina kolléganőmmel a gyógyszerészi biológia tanszékről, akik hatalmas tapasztalattal rendelkeznek a sejtes vizsgálatok tekintetében, sikerült sejteken produkálnunk egy Parkinson modellt, egy kémiai Parkinson modellt, és ebben a modellben vizsgáltunk illóolaj komponenseket, és egy illóolajat is most már, és nagyon ígéretes eredményeket kaptunk, tehát ami a Parkinson korral is együtt jár, például egy vasfelhalmozódás, gyulladás, ezt jártuk körbe, és nagyon pozitív hatást mutattak illóolaj komponensek, és egy illóolaj is. Ezeket az eredményeinket hamarosan publikáljuk is, épp most tegnap néztem át a Edinával a kéziratunkat, amit hamarosan majd be fogunk küldeni egy folyóiratba. Ez is egy nagyon ígéretes vonal, és állatkísérletekben ott elsősorban a bőrgyulladást vizsgáljuk, tehát milyen növényi molekulák vannak, amelyek a bőrgyulladást, például a pszoriázist tudják kezelni, illetve korábban voltak légúti vizsgálataink is, amikor illóolajat kaptak az egerek, egyszerűen inhalálták őket, nagyon aranyosak voltak, és néztük ott, hogy hogyan reagálnak az illóolaj inhalálásra, hát légúti gyulladást is váltottunk ki bennük, és akkor, hogy az illóolaj inhaláció az most segít-e rajtuk, vagy pedig éppen ront a helyzeten, és ezekből már publikációink is vannak, hiszen gondoljunk bele, a légúti betegségek is sajnos ott vannak a WHO listáján, ahol a vezető halálokokat tüntetik fel, például egy COPD, egy ilyen krónikus tüdőbetegség azért szintén több embert érint. Publikálásról lesz majd még szó, szóval lehet, hogy ez a hamarosan megjelenésre kerülő publikációtok is szóba kerülhet majd. Viszont, ahogy említettem, tényleg van a podcastünknek egy ilyen profilja is, hogy az egyetemi kutatási témákat egy picit közelebb hozza a hallgatókhoz. Olyanokhoz is, akik mondjuk nem foglalkoznak feltétlenül azzal a témával. Úgyhogy először megkérdezném azt tőled, hogy bemutatnád a hallgatóinknak azt, hogy mit jelent a farmakognózia és mivel foglalkozik, mivel a farmakognózia intézetről a későbbiekben elég bőven lesz szó, hogy egy kicsit jobban értsük ezt. A farmakognóziát a régi gyógyszerész kurikulumokban, illetve Szegedi Tudományegyetemen most sem farmakognóziának hívják, gyógynövény és drogismeret az elnevezése a területnek. A drogoknál nagyon fontos tisztázni, hogy itt most nem a heroint és a kokaint értjük. Ezt általában össze szokták keverni, és nem is szintetikus gyógyszereket kell érteni alatta. Itt egyszerűen ugye van, mondjuk maradjunk a kamillánál, azt ugye jól ismeri mindenki, az orvosi kamilla gyógynövényünket, és a kamilla esetében a virágzat, a megszárított virágzat, a floss, amit ugye latinul is definiálunk, és így szerepel a magyar gyógyszerkönyvben, hogy matricariae floss, kamilla virágzat, a drogja. Tehát, hogy melyik az a növénynek, melyik az a része, amelyik az értékes hatóanyagokat tartalmazza, és ezeket gyógyászati célra fel tudjuk használni, ezt jelenti a drog fogalma. Egyébként a növényeknek bármelyik része, tehát a virágzattól kezdve a levelek, a gyökerek, a hagymák, ugye a fokhagyma esetében a hagyma rész, amit drognak tekintünk, vagy a teljes virágzóhajtás, a herba, nagyon sokféle termések, magok lehetnek drogok, és a nagyon multidisziplináris a farmakognózia, mert egyrészt onnan indulnék, amikor van egy kamilla virágzat, akkor azt tényleg be kell azonosítani, hogy az kamilla. Nagyon könnyen össze lehet keverni egyéb allergén növényekkel, például pipitérfajokkal, amelyek allergiát okozhatnak. Na most erre vannak makroszkópos módszerek, egyszerűen és organoleptikus módszerek, megszagoljuk, megnézzük szemünkkel, hogy az a növény-e. De sokszor ez nem elég, mert
két növény is lehet ránézésre nagyon hasonló, akkor előveszük a mikroszkópot, fénymikroszkópot, sztereomikroszkópot, és akkor lehet, hogy szőrözöttségben van közöttük különbség, vagy például egy nagyon érdekes példa, hogy a nagyon mérgező a foltos bürőknek a termése, és nagyon hasonló az ánis terméshez. Az ánis termés, hogyha megnézzük a termést magát, akkor fénymikroszkóp alatt abban illóolajáratokat fogunk találni. Ugye ánisnak nagyon kellemes illata van az illóolaj tartalma miatt, viszont a foltos bürőknél ezt nem találjuk meg. Tehát ha ránézésre nem is tudjuk a két termést így hirtelen elkülöníteni, de vannak erre egyéb bélyegek, amelyek viszont nagyon hatékonyak lehetnek. Az elkülönítésükben is fontos is, mert az egyik esetben tehát ki tudjuk szűrni azt, hogy mérgező egy növény, vagy pedig nem. Na most, ha megvan ez a makroszkópos, mikroszkópos azonosítás, akkor mindig érdekli a farmakognóziával foglalkozókat, hogy jó, de akkor milyen hatóanyagok vannak abban a drogban. És akkor erre számtalan lehetőség, analitikai lehetőség, vagy megnézzük az illóolaj összetételt, vannak erre nagy műszeres, úgynevezett gázkromatográfiás mérések, de van a másik, egy folyadékkromatográfiás mérés, ami például a flavonoidoknak a mérésére alkalmas, tehát a nem illékony komponensek vizsgálatára, akkor már tudjuk, hogy milyen hatóanyagok vannak benne, és akkor még tovább megyünk, az is érdekel bennünket, hogy jó, és akkor azt a növényi részt, azt mire lehet felhasználni a gyógyászatban, ez már a fitoterápia irányába mutat, okozhat-e mellékhatást, milyen dózisban kell adni, tehát itt már mélyebb kérdések is, és részletesebb kérdések is felmerülnek, úgyhogy nagyon sokrétű a farmakognózia, ahogy mondta, multidisziplináris, mert kell egy kicsit a biológiához, a kémiához, az analitikához értenünk, de terápiás szemlélettel is kell rendelkezünk, gyógyszerhatástant is. Én magam is, ugye a gyógyszerhatástant én nem tanultam biológia szakon, viszont egyszerűen nem csak azért, hogy rá vagy kényszerítve, hogy hiteles legyél a hallgatók, meg a kutatói közösség szemében, hanem én magamban is ilyenkor bennem volt az igény az, hogy igen, ezen a területen vannak hiányosságaim, akkor beszélgetek gyógyszerhatástanban járatos kollégákkal, megvan az angol nyelvű, hatalmas méretű gyógyszerhatástan könyv, magyarul-angolul a könyvespolcomon, tehát, hogy én magam is folyamatosan képzem magamat. A PTS online ismeretterjesztő sorozat a Pluszosok Egyetemén volt egy nagyon érdekes kifejezés arra, hogy te mondtad, hogy a gyógynövények reneszánszát éljük. Ez nagyon felkeltette az érdeklődésünket, ezért szeretnélek megkérni rá, hogy egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy egyrészt mit értettél ez alatt, másrészt pedig miért most éljük a gyógynövények reneszánszát. Ugye a reneszánszkor, most már nem biztos, kicsit megkoptak ugye ez irányú ismereteim, de azért az egy elég pezsgő időszak volt így a művészetek tekintetében. Nagyon szép festmények születtek a reneszánsz alatt, tehát sokszínűnek mondható a korszak. A gyógynövények esetében is azt mondhatom, hogy mintha megnézzük a kínálatot, a termékek vagy a gyógynövény drogok kínálatát, nagyon sokszínű a paletta. Online tudunk vásárolni, herbárium a boltokban, gyógyszertárakban, tehát ott vannak a gyógynövények, és a másik az, hogy van is rá igény. Ezért gondolom azt, hogy a gyógynövények reneszánszát éljük. Az, hogy most ennyire előtérbe kerültek, ki kell mondani, hogy vannak cégek, akiknél ez elsősorban üzleti motiváció miatt forgalmaznak gyógynövény alapú termékeket, viszont az emberek pedig, főleg így a COVID időszak után azért rájöttek arra, hogy az egészség az nagyon fontos dolog, és sajnos mivel vannak hiányosságok az egészségügyben, ezért ez is egyfajta oka lehet annak, hogy az emberek a természetes gyógymódok iránt kezdtek el érdeklődni, és előbb
szednek be, nem tudom én, megfázás esetén egy gyógynövény alapú szirupot, mondjuk egy antibiotikumot. Én úgy gondolom, hogy így az, hogy szeretnének tenni az emberek az egészségükért, ez is egyfajta drive, vagy hajtóereje annak, hogy a gyógynövények iránt megnőtt a kereslet. Tehát ez az egészséges életmódra való törekvés, egészségtudatosság, ami szintén a gyógynövényeknek most egy új lendületet adott. És egyébként a nemzetközi gyógynövénykutatásnak most mik a fő irányai? Tudnál azonosítani párat és megosztani a hallgatóságunkkal, hogy milyen irányokban mozogtok most, mi várható tőletek? Azt látom, például, hogyha beszéltem már, hogy a farmakognózia is miről szól, tehát vannak kutatócsoportok, akik tényleg arra fókuszálnak, hogy egy-egy gyógynövényben milyen érdekes és főleg új hatóanyag van. Tehát akik inkább az analitikával, a kémiájával foglalkoznak egy gyógynövénynek, és a másik oldal pedig, amikor, hogy mire lehet ugye ezeket felhasználni terápiás célra. Tehát mi így is hívjuk, hogy vannak fitokémiai szűrővizsgálatok, és vannak biológiai szűrővizsgálatok. Mi egyébként a kettőt kombináljuk, tehát hogyha mondjuk nekem van egy növényem, és annak tudom, hogy illóolaj tartalma van, ki tudom vonni az illóolajat a laboratóriumban nálunk, és akkor megnézem azt, hogy az illóolaj milyen összetevőkből áll, és utána, hogy mire tudom használni. Tehát amit említettem, hogy gyulladás csökkentője, gátolja valamelyik baktériumnak a növekedését. Tehát mi kombináljuk ezeket a szűrővizsgálatokat, és azt látom, hogy sokkal több humán klinikai vizsgálatra lenne szükség, tehát hogy ne álljunk meg mondjuk az állatkísérleteknél, vagy a preklinikai vizsgálatoknál, hanem amikor van egy érdekes eredmény, mert igen, tehát magyar kutatók is fedeznek fel olyan új érdekes növényi hatóanyagok, amik például cukorbetegségnél lehetne őket használni, vagy vannak nemzetközi szinten, hogy találtak egy érdekes növény eredetű rákellenes vegyületet, de ugye azt azért nagyon sok idő, pénz, energia, hogy azt bizonyítsuk, hogy mely típusú rákos betegségben fog működni, emberben működik-e, ugye vannak a klinikai vizsgálatoknak minimum 4 fázisa, viszont ezekhez szponzorációra lenne szükség. Tehát, hogyha a gyógyszeripar be tudna kapcsolódni ebbe a munkába, mert ez sajnos maximum egy klinikai, amikor önkéntesek kis csoportján próbálnak ki egy hatóanyagot, és ez egy gyógyszerhatóanyag, vagy akár egy növényeredetű, körülbelül azt tudja még egy egyetem finanszírozni, de már azt is nehezen, tehát oda is már egy cégnek be kell lépni, szponzorálni. A klinikai 3-as, 4-es fázisokban már szükség van a nagyobb mértékű támogatásra, szponzorok, gyógyszeripar felől. Egyetemnek nincs ekkora büdzséje, ami ezt elbírná. Tehát sokkal több humán emberi vizsgálatra lenne szükség, viszont nagyon intenzíven kutatják most a neurodegeneratív betegségeket, gyulladással járó betegséget, cukorbetegséget, szívérrendszeri betegségeket, emésztőrendszeri betegségeket, ezek mind-mind ott vannak, és sőt, amit még így eszembe jut, hogy nem csak a humán felhasználás, hanem például az állat egészségügyben. Vannak arra nagyon érdekes irodalmak, most kezdünk kell ilyenekkel foglalkozni, hogy például ha sertést vagy baromfit táplálnak bizonyos gyógynövényeket, tehát kiegészítik a tápjukat gyógynövényekkel, akkor az most hogy fog hatni a húsminőségre, az állat immunrendszerére, tehát az állatgyógyászatban is van a gyógynövényeknek szerepe, illetve ugye tudjuk azt, hogy az Európai Unió sorra tiltja be a kemikáliákat, amiket a mezőgazdaságban használnak, és vannak ebben jelen pillanatban Brazília jár élen, hogy ott már én láttam, hogy illóolaj tartalmú növényvédőszereket is forgalomba engedtek hozni, amelyeket a mezőgazdaságban használnak a szintetikus növényvédőszerek helyett. Említettük már a fitoterápia kifejezést, nekem ez egyébként új volt, Ritának nem hiszem, mert ő ugye ezt nem biztos, hogy tudják a podcast hallgatói, a GTK MTMT adminja, szóval valószínűleg ő erről többet tudott. Nekem ez egy új kifejezés volt, esetleg bemutatnád nekünk, hogy mit értünk fitoterápia alatt, illetve
ennek kapcsán az, hogy mennyire nyitott most, hogy látod a nyugati orvoslás a gyógynövényeken alapuló terápiás kezelések használatára? Ugye a terápiát mindenki érti, hogy mit jelent. A fito az meg azt jelenti, hogy növényből származó. Tehát a fitoterápia, ha röviden szeretnénk megfogalmazni, akkor növényi vegyületeket vagy gyógynövényeket, azok kivonatait használja fel betegség megelőzésre, gyógyításra. Nagyon fontos, hogy ezek a gyógynövények meg legyenek vizsgálva az előbb említett kémiai, biológiai rendszerekben, mielőtt ugye humán felhasználásra kerülnek, tehát tudjunk róla mindent, okozhatnak-e, mert sokan azt gondolják, hogy hú, hát ami növényi eredetű, meg gyógynövény, meg természetes, az ártalmatlan. Ez nem így van, most gondoljunk bele, a gyilkos galóca is egy természetes eredetű dolog, de ha elfogyasztjuk, akkor sajnos Szentpéterrel fogunk randevúzni. Tehát a gyógynövényekkel is van így, hogy vannak mérgezők, gyógynövények, amelyeket biztos, hogy nem fogunk úgy a hagyományos értelemben fitoterápiás célra felhasználni. Aztán vannak olyan gyógynövények, amelyek például a bőrre kenjük, akkor is UV-fénnyel találkozik a bőrünk, ugye napozni megyünk, akkor bőrpír keretkezhet. Például az orbáncfű esetében történhet ez. Tehát mellékhatásokat is okozhatnak gyógynövények, valamint nagyon fontos, hogyha valakinek már gyógyszert kell szednie, és egy gyógynövény készítményt is választ magának mellé, akkor ott fontos tudni, hogy interakcióba léphetnek. Tehát például a gyógynövény készítményben lévő hatóanyag kiütheti a gyógyszer hatóanyagnak a hatását, vagy fordítva. Hadd mondjak el egy nagy fontos példát. Idősebbeknél például, akiknek a memóriája már nem az igazi, elkezdenek a családtagjai ginkó bilóbát, ugye a páfrányfenyő készítményt szedetni vele, de mondjuk vérzés, tehát trombózis elleni szed gyógyszert a nagypapa. Most a ginkónak ugyanúgy vérlemezke agregáció csökkentő hatása van, és a gyógyszerével összekapaszkodik ez a kettő készítmény, és vérzések alakulhatnak ki a nagypapában. Azt meg senki nem szeretné. Na most ezekről az interakciókról azért kell tudni, még egy laikus felhasználónak is, hogyha gyógyszert szedünk, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy milyen étrend kiegészítő, hagyományos növényi gyógyszert, vagy milyen egyéb készítményt szedünk, mert ebből nagyon sok probléma lehet a valós életben is. És egyébként mit tanácsolnál valakinek, aki ezt hallva felmerül az, hogy úristen, én ezt honnan fogom tudni, hogy kihez forduljon segítségért, hogyha biztosan el akarja kerülni azt, hogy ilyesmik történjenek? Most azt tudom mondani, hogy nagyon kényelmes az internet, viszont óvaintek mindenkit attól, szelektáljuk meg az interneten olvasható információkat, hogyha van lehetőség arra, tehát aki nagyon nem szeret kimozdulni, és mondjuk nem megy el a patikába, és mondjuk a gyógyszerésztől lehet kérdezni, vagy fitoterapeuta végzettségű természetgyógyásztól is lehet kérdezni, de akik tényleg a gyógynövényekkel napi szinten, mélységeiben, szakemberként foglalkoznak. Egyetemi embereket például minket is meg szoktak kérni, még végzett gyógyszerész hallgatóink is, hogy hú, tanárnő, szeretnék kérdezni valamit, mert most a patikában van egy eset, és akkor erről mi a véleménye, mert ugye ők tudják, hogy mi minden nap ugye, tehát követjük folyamatosan a szakirodalmat ezen a téren, és akkor szoktunk még a volt gyógyszerész hallgatóinkkal is így eszmét cserélni. Tehát gyógyszerészeket nyugodtan lehet kérdezni, ma már nagyon jó, hogy vannak orvos kollégák, akik szintén nyitottak a fitoterápia iránt, és ha van ilyen irányú végzettség, akkor őket is nyugodtan lehet kérdezni. Hogyha valaki pedig nem megy el így a orvoshoz, gyógyszerészhez, akkor is online-ba szeretne érdeklődni, akkor ott is ezeket a szakembereket keresünk. Tehát nézzük meg, amikor van egy blog is, és hogy ki írta, ellenőrizzük le, hogy tényleg gyógyszerész végzettsége van, orvos végzettsége van, és esetleg van ott chat lehetőség, akkor inkább tőlük kérjünk tanácsot, és ne a szájhagyományok útján próbáljunk meg ismereteket begyűjteni. Pedig most a szájhagyományokhoz kapcsolódó kérdésem lesz még ennek a blokknak a végén. Van egy kutatócsoportotok, az Ethnopharmacobotan
Mikai kutatócsoport, reménykedtem, hogy ezt ki fogom tudni mondani, aki kifejezetten a népi gyógyászatban alkalmazott gyógynövényekkel foglalkozik. Igazából ez szerintem egy korábbi adásban már elhangzott az, hogy nekem néprajzos végzettségem is van, ezért így különösen lenyűgözőnek találtam ezt a részét az egyik előadásodnak, amikor is tényleg arról van szó, hogy ezek a mondjuk az egyszerűbb társadalmi csoportokból származó embereknek sokkal mélyebb tudása volt arról, hogy a környezetükben termő gyógynövényeket hogyan tudják felhasználni, és igazából erről szeretnék kérdezni, hogy itt is látszik egyfajta ilyen reneszánsz, már olyan értelemben is, hogy a reneszánsz is egy ilyen visszatérés, ugye, hogy itt is látszik az, hogy főleg mondjuk értelmiségi csoportoknál van egyfajta ilyen revival ebben, hogy jobban újra a gyógynövények felé fordulni, hogy szerinted mit lehetne tenni azért, hogy sokkal inkább beépüljön tényleg az egyszerűbb emberek mindennapjaiba is az, hogy a gyógynövényekkel foglalkozni jó és megéri, és sokat tehetnek így az egészségükért. Egy kicsit most a szüleimhez kanyarodnék. Ahogy mondtam, 80 év felett vannak, 83 éves édesapám, 82 éves édesanyám, és hál' Istennek jó egészségnek örvendenek, és sokat beszélgetek velük mostanában, hogy milyen volt az ő gyerekkoruk, hogy éltek, milyen körülmények között, tehát nagyon nem voltak egyszerű időszakok abban az időben, de hogy ugye, ahogy mondtam, az én nagymamám is, anyai nagymamám, így anyukám is, tehát ismerték a gyógynövényeket, mert nem volt egyszerűen ennyi egészségügyi ellátóhely, ennyi háziorvos, kórház, stb. Tehát muszáj volt, sőt, nem csak a magukat, hanem nagy tiszteletben tartották az állatokat is, akik körülöttek élnek, hiszen például egy ló, vagy egy szarvasmarát, az bevonták, ugye a szarvasmarat tejet adott, a ló pedig szántott, tehát a család részei voltak az állatok, és az ő egészségükre is nagyon figyeltek ilyen szempontból, és Pap Nóra egyetemi docens kolléganőm, aki vezeti ezt az etnofarmakobotanikai kutatócsoportot, fantasztikus eredményeket értek már el Nóráik, és most abban nem is vagyok biztos, hogy vagy a második, vagy a harmadik, de inkább szerintem a harmadik könyvük fog nem sokára megjelenni ebben a témában. Ők, tehát magáról a témáról mélyebben Nóra kolléganőm tud részletesebben beszélni, viszont ők kijárnak Erdélybe, Erdély magyar lakta településeit látogatták, épp most is kint vannak és adatokat gyűjtenek, és a cél az tényleg, hogy ami az idős embereknek a fejében még benne van, ez az eredeti, tehát nem a könyvből, meg internetről leszedett tudás, amit még az ő fejükben a ők nagymamától kezdve, amit magukra vettek népi gyógyászati tudásanyagot, azt gyűjtsék be Nóráék, és lehetőleg írásos formában is az utókor számára megőrizzék, mert ahogy hallottam és beszélgettem Nórával, vagy hallgattam előadásait, sajnos most már van úgy, hogy két év múlva visszalátogatnak arra a településre, és az a 90 éves bácsi már sajnos időközben elhunyna, de ott ilyen 90 pluszos emberekről beszélünk. Tehát nagyon szép kort megélnek ott az emberek, és ez a fontos, hogy az adott gyógynövényt, például nagyon egyszerű gyógyszerformákat, tinktúrákat, tejákat, lemosókat, kenőcsöket készítenek, de mondjuk egy körömvirág kenőcsöt is a disznózsírból készítik. Tehát semmilyen szintetikus anyagot nem használnak hozzá, vagy hát ellátogatunk Erdélybe, tudjuk, hogy egy kupica pálinkával biztos megkínálnak bennünket. Na most azt a jó minőségű házi pálinkából készítik a tinktúrát is. Tehát minden természetes ilyen szempontból, és ez az ősi tudás, úgy gondolom, hogy minden területen, hát megnézem most kicsit visszakanyarodva a biológiához, vagy a kémiához, hát ott is a DNS-t feltalálták, az lehet, hogy ma már kicsit változott, vagy mondjuk a sejt szerkezetében új dolgokat fedeznek fel, de az alapvető, hogy néz ki egy emberi sejt, vagy egy növényi sejt, azok nem változnak, tehát az alapigazságok megvannak. Na most ezeket az alaptudásokat próbálják meg a kollégáim
kolléganőm és a csapatával összegyűjteni, és tényleg amikor elmennek és interjúkat készítenek az idősebbekkel, lefotózzák ott, megkérik is, hogy mutassák meg, hogy melyik gyógynövényre gondolt. Ott van köztük néprajzos kollega, van köztük biológus, gyógyszerész, orvos végzettségű kollega, tehát ott is egy nagyon-nagyon széles körű csapatról van szó. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes munkát végeznek, mert fontos ezt az ősi tudásanyagot úgymond megőrizni. A mai fitoterápiának is ez az alapja tulajdonképpen, a népgyógyászati tapasztalatok. El is kezdtünk lényegében az intézetetekről beszélni. Átadom Ritának a szót, hogy ezzel kapcsolatban még többet megtudhassunk. Igen, minden podcast beszélgetésünk során választunk egy kutatócsoportot, vagy egy intézetet, ahol a vendégünk tevékenykedik, és akkor ezt így igyekszünk bemutatni a hallgatóság számára, és a te esetedben most a Farmakognóziai Intézetről foglak kérdezni. A megalakulásáról, illetve a gyógyszerész képzésnek így a létrejöttéről már a felvezető kérdésekben szó volt. Ugye a farmakognózia az tanszékként indult 2003-ban, ezt követően fejlődött intézetté. Én azt szeretném kérdezni, hogy mennyiben változtak meg a kezdeti célok, amikor megalakult, így nagyjából azért, ha én jól értem, te már a kezdetektől itt vagy az intézetnél, illetve a tanszéknél, és hogy most a te intézetvezetésed alatt milyen jövőképet képzelsz el, mik a céljaitok? 2003-ban valóban már ott voltam, ugye Papp Nóra és Farkas Ági kolléganőmmel és Szabó László professzorral így indultunk. Egy darab laboratóriumunk volt, és nagyon külön irodánk nem is, tehát elég puritán módon indult az tanszék. És ugye az, hogy egy tanszékből intézet legyen, ugye nem csak infrastruktúrálisan kell fejlődni, hanem létszámban is. És hogyha jól emlékszem, akkor ugye 8 fő az, amikor már megvan egy tanszéken, hogy akkor lehet ugye az intézet megalapítását kezdeményezni. És akkor mi is, tehát olyan érdekesnek találták a hallgatóink a kutatómunkáinkat, hogy nagyon aktívan részt veszünk a tehetséggondozásban is, hogy ott maradtak, csatlakoztak hozzánk, és PhD-ztak, aztán adjunktus, vagy tanársegéd, majd adjunktus kollégák lettek, tehát hogy így szépen bővült a csapat, és akkor intézet lettünk. Nem volt könnyű ez a folyamat, elsősorban itt az, hogy ugye egy szűkös büdzsé állt rendelkezésre, hogy új laboratóriumok, új eszközöket tudjunk vásárolni és bővüljünk, de nagyon aktívak voltunk pályázatok tekintetében, és akkor ezek által egyetemtől független forrásokból tudtunk fejleszteni, és ma már, hát azt tudom mondani, most vannak otthon kollégák kisbabával, de azért egy 20-21 fő az intézet létszáma, akiket ugye így mindennapi szinten, akikkel kapcsolatban vagyok. Talán azt mondhatom, hogy volt közben ugye mostanában két éve körülbelül egy modellváltás a felsőoktatásban. És én is körülbelül így bő 2 éve vettem át az intézet vezetését. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy a oktatás, kutatás, tehetséggondozás mellett ugye ezek az intézménymenedzsmenti feladatok is fontosak, tehát milyen pályázatokban veszük részt, mi magunk is amellett, hogy cikkeket írunk, cikkeket is bírálunk, PhD dolgozatokat bírálunk, tehát ezek tartoznak inkább az egyéb feladatköreink közé. És úgy látom, hogy mivel ez a modellváltás egyre inkább előre hozta, hogy az egyetemek keressék az ipari partnerekkel a kapcsolatot, ennek fókuszában szeretném a jövőben a különböző projektjeinket is megtervezni, és erről már sokat beszélgettünk is az intézetben a kollégákkal. Tehát valahol szép az is, hogy a mi tudományos kíváncsiságunk kielégítésére végzünk kutatásokat. Ez eddig egy darabig ez működött, viszont a modellváltáson ez nem elegendő. Lehet, van olyan kollega, akit azt látom, hogy alapkutatási feladatokat fog tudni elvégezni, rendben van, akkor ő azt fogja azt az irányvonalat vinni, viszont vannak kollégák, akiket pedig be lehet vonni a nagyobb K+F innovációs pályázatokba, tehát kutatásfejlesztési pályázatokba, akkor így próbálunk úgy alakítani, vagy próbáljuk úgy alakítani a feladatköröket, hogy az mindenkinek kényelmes
is legyen, és ne kelljen olyan munkát végezni, ami neki tőle idegen, és keressük most az ipari partnerekkel a kapcsolatot, nem csak gyógyszeripari vonalon, hanem mivel a korábban céloztam már arra, hogy agrár vonalon is használnak természetes vegyületeket, ezért az agrár vonalon is, agrárvonalban is gondolkodunk. Tehát próbálom úgy, hogy ami az ipar számára fontos ma, ami őket érdekli, vagy ott felmerül egy probléma, akkor azt hozza be az egyetemi szférába a cég. Leülünk, megbeszéljük, hogy arra hogyan lehet mondjuk egy kutatást felépíteni, úgyhogy annak ugye most már itt ezeknek a pályázatoknak az eredménye legtöbbször egy ötlet, egy szabadalom, egy termék, egy prototípus, tehát hogy hogyan tudja azt a későbbiekben a cég és az egyetem is kölcsönösen hasznosítani, tehát most ilyen szempontból ez a szemléletünk, és én magam is így próbálom most a kutatásokat felépíteni, ilyen irányban gondolkodunk. Oktatásban is ugye, mivel beszéltünk arról, hogy ma már egy egyetemre belépő egyetemista, egy alfa generációs, vagy ők még nem, de akik is. Z generációsok, tehát már teljesen máshogy tanulnak, a digitalizált világban nőnek fel, hát így az oktatásban is ugye igyekszünk lépést tartani. A Karon egyébként számos jó példa van, például a kollégák, mert nem mindenkinek van pedagógus végzettsége, de most a bölcsészettudományi karral együttműködve vannak tananyagfejlesztések, és a mai modern elvárások szerint próbáljuk a tananyagainkat is fejleszteni, úgyhogy az tényleg használható legyen a hallgatóink számára, vagy használható tudást adjanak számukra. Nagyon fontos a gyakorlati képzésükre helyezni a hangsúlyt, nálunk is számos, mert van szabaduló szobánk például, ami itt lehet, hogy már szabadalmaztattunk majd. Tehát, hogy olyan elemeket hozzunk be, ami érdekesek lehetnek a hallgatóink számára. Tehát mind az oktatás, mind a kutatás területén abszolút követjük itt a 21. századnak az elvárásait, és ezt próbálom így a kollégáimmal is megbeszélni, és érzékeltetni, hogy ha erre fel tudnak csatlakozni, akkor tudunk így egy irányba haladni. De úgy érzem, hogy működik a rendszer. Mielőtt folytatnám az összeírt kérdéseket, azért a szabaduló szobáról kérlek, hogy mondj még pár szót, hogy ez a nyilvánosság előtt is nyitva, vagy ez kifejezetten a ti hallgatóitoknak van. Most volt egy főpróba, mert ugye itt vannak a nyári időszakok, és akkor jönnek középiskolások, nyári táborokat szervez az egyetem, és akkor általában hozzánk is jönnek az intézetbe, és Bencsik Tíme a kolléganőmnek a fejéből pattant ki, hogy lehetne egy szabadulószobát csinálni, úgyhogy úgy tudom, tehát most volt még így az első főpróba, meg talán gyakorlaton próbálták még a gyógyszerész hallgatónk, inkább a kollégáim. Abszolút a tananyaghoz kapcsolódóan kis borítékba lezárt kérdések, és akkor, mint ahogy a életben is a szabadulószoba működik, úgy mehetnek ki a helyiségből, hogyha mindent így megválaszoltak, és ugye hát itt fontos az is, hogy kettesével, hármasával, tehát főleg ilyen kis csoportokban együtt dolgozzanak, tehát a csapatmunkára helyezzük a hangsúlyt, úgyhogy nem maradt még nálunk benne senki, tehát kiszabadultak, de ezt szeretném most Timi kolléganőm is meg egy kicsit továbbfejleszteni. Ez nagyon szuperül hangzik, úgyhogy lehet, hogyha mire már bejáratott lesz, nem tudom, bekéreckedünk valami protekcióval. Gyertek, a kutató éjszakáját így megelőlegezzük, és akkor ott szeretnénk egy ilyen szabaduló szobát. Szuper. A következő kérdésem az a kutatócsoportokra, az intézetben működő kutatócsoportokra vonatkozik, illetve most már csak egyre, hiszen az illóolaj kutatócsoportról már azért beszéltünk, illetve az etnofarmakobotanikairól is, és akkor a harmadik pedig a virágbiológiai és méhész kutatócsoport. Az eredeti szándék az volt, hogy röviden mutasd be nekünk, illetve a hallgatóknak, hogy mivel foglalkoznak ezek a kutatócsoportok, de így, hogy kitértünk az illóolajra és az etnofarmakobotanikára, rád bízom, hogy mennyi időt szánsz erre, hogy még részletezed őket, viszont akkor a virágbiológiai és méhészeti kutatócsoportról még mindenképp mesélj nekünk. Ezt a kutatócsoportot Farkas Ágnes egyetemi docens kolléganőm vezeti, és
hogy a nevében is bent van, tehát ők a virágokból kinyerető nektárral, a nektár felépítésével, cukortartalmával foglalkoznak, és aztán a nektárból is készülnek a különböző méhészeti termékek, tehát most a mézvizsgálata kapcsolatban, propolisz vizsgálata kapcsolatban vannak vizsgálati eredményeik, pont Ágnesnek most zárul egy korábbi nevén Otka pályázat, amiben főleg Magyarországról érkezett vagy vásárolt mézeket hasonlítottak össze a világos akác méztől a nagyon sötét színű vadgesztenye mézig, és nézik, hogy milyen beltartalmi értékeik vannak a méznek, milyen mikro-makro elemek találhatók benne, és akkor ezeknek is a biológiai hatását, például antioxidáns hatást néznek, ott is a gyulladás csökkentésben szerepük lehet-e a mézeknek, illetve nagyon érdekes, mert külföldön talán hogy a hallgatóság hallott már a manuka mézről, ami egy nagyon erős antibakteriális hatású méz, meg gombaellenes is, és például vannak már méztartalmú kötszerek. Ugye azért a sebek kezelésére oda kell figyelni, mert azok elfertőződnek, akkor abból akár még, ha valakinél olyan súlyos a fertőzés, egy amputáció is lehet a következménye, és vannak méztartalmú kötszerek. Most van egy ilyen PHD téma, amit Ágnesék koordinálnak, hogy a mézeket hogyan lehet esetleg a seb gyógyításban felhasználni. Rendkívül érdekes dolgokat kutattok az intézetbe, hogy ez is külön megérne egy hosszabb beszélgetést. Bocsánat, még egy dolog eszembe jutott, és ugye, hogy, mert ugye azért szoktunk mézet is fogyasztani, hogy nagyon sok sajnos a hamis méz a magyarországi piacon is, de azért a vizsgálatok azt mutatják, hogy a magyar méztermelőktől nyugodtan vásárolhatunk, tehát ne a most... nem szeretnék országnevet mondani, de hogy külföldről érkező mézek nem biztos, hogy minden esetben jó minőségűek. Lehet, hogy csak egy cukorszirupot próbálnak mézként eladni. A magyar méhészeknek, illetve méztermelőknek a termékei azok tényleg jó minőségűek, úgyhogy lehet, hogy kicsit drágábbak, de éppen azért, mert sok munka van benne, úgyhogy én inkább azt javaslom, hogy magyar forrásból vegyük a mézeket, és a hamisítás témakörével is foglalkoznak Ágnesék, tehát ki tudják szűrni, vagy például pollenanalízist végeznek, az nagyon érdekes, azt én is szoktam ott nézni a mikroszkópon, amikor polleneket vizsgálnak egy mézben, mert például, hogyha rámondják azt, hogy levendula méz, aztán csak mondjuk 2% vagy nagyon alacsony százalékban van benne levendula pollen, akkor arra nem biztos, hogy az élelmiszerkönyv szerint kimondhatjuk azt, hogy az egy levendula méz. Nagyon jó ezt hallani, hogy érdemes magyar mézet vásárolni. Be is hoztuk a podcastbe az egyik központi elemét a beszélgetéseinknek, a fenntarthatóságot, hogy érdemes hazai termékeket vásárolni. Én most a közös együttműködésekről szeretnélek kérdezni, arról, hogy ez nemzetközi szinten is mennyire jellemző a gyógynövénykutatók közt az együtt gondolkodás, mennyire nagy a verseny köztetek, illetve hogy már beszélgettünk arról, hogy mennyire multidisziplináris a gyógynövénykutatás, kémia, biológia, analitikai ismeretek, mikrobiológiát említetted még, hogy mennyi minden tudáshalmazra szükségetek van a kutatáshoz. Arra is kíváncsiak lennék, hogy nem csak nemzetközi szinten milyen együttműködéseitek vannak, hanem itthon is, akár az egyetemen belül, vagy a magyarországi kutatóintézetekkel, egyetemekkel, milyen közös munkáitok vannak? Én úgy gondolom, hogy pont amiért beszéltünk már itt a multidisziplinaritásról, emiatt elkerülhetetlen az, hogy nem működjünk együtt. Ez még inkább úgy gondolom a jövőben fel fog értékelődni a kutató csoportok között. Ma már olyan jellegűek a pályázati kiírások is, hogy az, hogy két intézet összeáll, az már kevés lesz, még az is, hogyha két egyetem összeáll, az is kevés lesz, de hogyha ott van még egy ipari partner, az már úgy
valami. Tehát, hogy egyrészt valamilyen szinten az élet is rákényszerít bennünket erre, de én magam úgy gondolom személy szerint, hogy az, hogy van közöttünk egy biológus, egy vegyész, egy immunológus, egy kémikus, stb. Stb. Sokkal eredményesebb lesz a szélesebb látókörre tudunk gondolkodni, és oda tudunk a kutatásaink minden részletére figyelni, ezért nagyon fontosnak tartom, és egyre inkább, amit ugye itthon is már lehet olvasni a kutatásban, hogy és szorgalmazzák azt, hogy magyar kutatók nemzetközi kapcsolatokat építsenek ki. Nálunk szerencsére mind a három kutatócsoportunkban vannak nemzetközi együttműködések, Ágnes kolléganőmnél, Nóránál nálam is vannak. Főleg ugye nem 100%-osan felszerelt a laboratóriumunk, tehát ez is egyfajta hajtóerő. Például nálam nincsen még gázkromatográfiás készülék, amivel az illóolajok összetételét meg tudom mérni, de például nekem Budapesten van a testnevelési egyetemmel kapcsolatom, ott egy kolléganőnek van GCMS készüléke, amivel például ott meg tudjuk nézni az illóolaj összetételt, vagy nagyon jó kapcsolatom van a Messinai Egyetemmel Szicíliában, ahol Luigi Mondello professzorúrral tartjuk a kapcsolatot. Tehát valamikor úgy jön be a kapcsolat, hogy igen, én ezt tudom megcsinálni, és ahhoz keresek egy partnert, de általában tényleg a közös cél az az, hogy pályázni tudjunk, abból mindenki tudjon fejleszteni, abból le tudjuk rakni azért a tudományos kísérleteink eredményeit, azt megosszuk tényleg szélesebb, nem csak a tudományos, hanem most már a tudomány népszerűsítés is egy nagyon fontos, tehát hogy tényleg akik nem napi szinten és mélyen foglalkoznak a tudománnyal, hogy hozzájuk is eljuttassuk azt, hogy hát mire költjük ugye ezeket a pályázati pénzeket, hogyan hasznosulnak az ő életükben is. Én ezt nagyon fontosnak tartom, rajta vagyunk, azért járunk nemzetközi konferenciákra is, hogy újabb kapcsolatokat alakítsunk ki egymással, de benne vagyunk az is, hogy valamilyen szinten nemzetközi kapcsolat, hogy én magam is most már két nemzetközi folyóiratnak a szerkesztőbizottságába is meghívást kaptam, úgyhogy ezeknek a számának a növelésre törekednünk kell. Magyarországon is abszolút, tehát jó a másik három, tehát a Debreceni Egyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem gyógyszerészkaraival, a farmakognózia területén dolgozó kollégákkal a kapcsolatunk, velük valakivel munkakapcsolat is van, tehát úgyhogy ez az adott kutatás jellege szabja meg, hogy kivel működünk együtt. Én szeretném még itt megint kis személyes élmény jött fel bennem, hogy én nagyon nagy tisztelője vagyok Kocsis Béla tanár úrnak az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetből. Most már több mint 20 éves a kapcsolatom, így a PhD-m idején kerültem oda az ő laboratóriumába, és egyszerűen, hát őt is említhetném itt a Hámori József és Lénár László professzorok mellett, tehát hatalmas tudása van tanárunknak, nagyon humoros, nagyon sok egyéb sztorit is elmesélt az ő életéből, és nagyon nagy tisztelője vagyok innen is, úgyhogy remélem, hogy ő is jó egészségben még sokáig velünk lesz. Mielőtt rátérnénk a publikálásra, még az intézettel kapcsolatban a gyógynövénykertetekről szeretnélek kérdezni. Ha minden igaz, akkor a karépülete mögött található meg ez a kis gyógynövénykert. Ezt milyen célból hoztátok létre, illetve milyen fő növények találhatóak meg ebben a kertben, és mi a funkciója nálatok az oktatásban és a kutatásban? Így van, 2006-ban kezdtük el a kertet kiépíteni, és ebben szó szerint beletettük az izzadság cseppeinket is, mert múltkor nézegettünk fényképeket, és előkerültek, amikor a kertet építettük, sok barát, ismerős is csatlakozott hozzánk, és ástuk ott hátul a kertet, tehát volt lapát, minden gerebje a kezünkbe. Kialakítottunk a kis ágyásukat, már van nagyon szép két ilyen kis pavilonszerű kiülő, és ugye a cél az volt, hogy elsősorban ami a magyar gyógyszerkönyvben nem az összes, mert az túl sok lenne, de mondjuk a itthoni klímán is megtermeszhető növényeket be tudjuk mutatni a hallgatóknak, mert
sajnos volt olyan, aki az, hogy Kamilla, még nem találkozott a Kamillával, hát akkor meg tudjuk neki mutatni, hogy itt a Kamilla, vagy itt a Mária tövis. Tehát azok a gyógynövények kerültek bele a kertbe egyrészt, amelyeket oktatási célra, vagy kutatási célra használunk, hogy élőben bemutassuk őket, illetve amelyek a európai, illetve a magyar gyógyszerkönyvben hivatalosak, és ma is ezt a célt szolgálja a kertünk, hogy oktatási, kutatási célokra, középiskolásokat szoktunk kivinni a kertbe, és azon kívül, hogy ott most ők is ugye a növényismereti tudásukat tudják gazdagítani, persze mindig kitalálunk valami játékot ott is, tehát például mutatunk nekik illóolajokat, akkor csak üveget szagolja, megtalálja, ki keresse meg hozzá a párját, mondjuk egy borsmenta illóolaj is keresse meg a kertbe a borsmentát, tehát most nem megyek bele a részletekbe, el kell jönni hozzánk egy kutatók éjszakájára, és akkor meg tudjuk ezeket mutatni. És akkor korábban bevontuk a hallgatóinkat is, tehát ők is egy kicsit segédkeztek, aztán már ahogy növekedett a hallgatói létszám, ezt nehezen tudtuk kivitelezni, egy kicsit ők is gazoljanak a kertben, de valaki ezt nagy örömmel tette meg, akinek főleg ugye esetleg otthon is látott ilyeneket, vagy volt kertjük, akkor ők szívesen jöttek és segítettek. De akár hallgatói és oktatói ezek szerint egy-egy stresszes napon nyugodtan tehetnek egy sétát, vagy az árnyékos pavilonban pihenhetnek egy kicsit óra közt. Igen, jó, hogy előhoztad, mert szoktam látni, hogyha úgy megyek egyik épületből a másikba, és akkor a kert felé nézek, hogy kint ülnek, beszélgetnek, már oktatók hallgatókkal, tehát ez már egy ilyen társasági életnek a központja is lett, és eszembe jutott még valami, a fél évet, hogy lezártuk a dékán úr javaslatára egy kari grill partit tartottunk hátul a kertben, és a finom grillhúsikra a rozmaring és egyéb fűszernövények azok onnan kerültek rá a húsikra, tehát úgyhogy mondtam is a kollégáknak, aki készítette a grillhúsikat, hogy természetesen nyugodtan szolgált ki magad a kertből, úgyhogy tehát nálunk valódi bevizsgált, jó minőségű gyógynövények kerültek a grillhúsira. Ez nagyon jól hangzik, majd megyek én is gazolni, megkapálni, hogy nem, csak lazítani. Csak lazítani? Vagy jó. Egy finom limonádét elfogyasztani a kertben. Köszönjük. Az szerintem a beszélgetésből abszolút látszik, hogy a kutatás és az előadás, meg a tanítás az a szíved csücske, és szereted ezeket a munkádban, de hogy állsz a publikálással? Ez ilyen szükséges rossz az életben, vagy így a kutatói életedben, vagy azért ebben is megtalálod az örömöt? Egy picit kezd nálam ez most változni, úgy érzem. Most egy kicsit megint azt gondolom, vagy úgy élem meg így belülről, hogy az oktatást jobban szeretem csinálni. Tehát a hallgatókkal való közös munka, vagy például az, hogy a bennünk lévő tudást megosszuk a nagy közönséggel egyetemen kívül, az most valahogy sokkal jobban vonz engem. A publikálás is egy másfajta kihívást jelent, viszont inkább azért gondolom, hogy most egy kicsit nehezebb ez az életembe, mert hogy egy kicsit a hallgatók is megértsék, óriási munka van abban, amíg egy publikáció elkészül. Tehát kezdve onnan, hogy keresnem kell pályázatot, amiből majd a kísérleteimet el fogom végezni. Meg kell tervezni. A pályázatokat sajnos nem egyszerű ma már nyerni, tehát a pályázatok is, hogy mondjam, egy kicsit az elvárások nehezednek. Lehet, hogy most kicsit több forrás van benne, viszont szűkebb kör kaphat meg forrásokat. Tehát egyszerűen annyi pénz viszont nincs a rendszerben, hogy itt aztán minden nagyon értékes kutatást tudjanak finanszírozni, ezt ezért el kell mondani. De mindegy, tehát hogyha megpályázok valamit, még meg is nyertem, akkor már előtte, mielőtt beadom a pályázatot, részletesen végig kell gondolnom, hogy mit fogok kutatni, miért kutassak, mert én magam olyan kutató vagyok, hogy nem gyártok semmit a fiókba. Az egy felesleges pénzkidobás, időpocsékolás.
akkor elvégezzük a kísérleteket a laboratórium. Maga vegyszerbeszerzés sem egyszerű azért. Ugye itt közbeszerzésről beszélünk sok esetben. Ez egy hosszú procedúra van, amikor fél évet is igénybe vesz, ugye, hogy bekerüljön egy vegyszer a kutatásba. Akkor megvannak az eredmények, kiértékeljük őket, cikket írunk belőle, és utána még ugye Open Access díjat fizetünk azért, ami azt jelenti, ugye a hallgatóknak elmondjuk, hogy ugye a világ minden részén, ahol tényleg elérhető ezek a vagy van rá lehetőség, akkor ott tudják nézni a mi kutatási eredményeinket, tehát láthatóvá tesszük az eredményeinket. Most ez időben is egy nagyon hosszú procedúra, és számos nehézség van a folyamatban. Tehát ez nem úgy van, hogy csak leülök, és akkor megírtam egy cikket, mielőtt még esetleg a hallgatók közül, aki ezt gondolja, hogy ez egy-két hónap alatt, vagy pár hét alatt megvan, ez egy nagyon hosszú procedúra, és mivel tele van most nagyon tehát nehézségekkel, ezért úgy gondolom, hogy talán egy picit, hát úgy fogalmaznék, hogy úgy megfáradtam ezen a területen. De természetesen, hogy így is azért évente van 4-5 cikkünk, amit publikálunk, meg erre a folyamatosságra azért én is próbálok figyelni, de meg azt is kiemelném, hogy azért intézetigazgatóként nekem már más feladataim is lettek. Tehát mondjuk összehangolni mindent, hogy az oktatás is menjen, a kutatás, az intézetvezetés is, de még a publikáció is, de ebben nekem besegítenek a fiatal kollégáim, akik körülöttem vannak, tehát de most egy kicsit úgy azt mondhatom, hogy nálam eltolódott inkább az oktatás felé ez a hangsúly. Egyébként a legtöbb vendégünk, akit erről kérdeztünk, mindenkinél a kapcsolatépítés, az oktatás, vagy a kutatás volt az első számú kedvenc, nem a publikálás, úgyhogy ez szerintem teljesen érthető, mert ahogy te is elmondtad, nagyon sok nehézség van, hogy nem csak leülünk és megírjuk a gondolatainkat, vagy a kutatási eredményeinket, hanem azt nagyon komoly kutatómunka és pályázati munkák előzik meg. A folyóiratokkal kapcsolatban azért még egy kicsit kérdeznélek, hogy a publikálás során mennyire látszik a farmakognóziának ez a multidisziplinális jellege, amiről már beszélgettünk, milyen tudományterület szaklapjaiban találhatjuk meg a ti kutatásaitokat, illetve milyen konferenciákra tudtok menni. Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy a kémia területén találkozunk inkább beletek, a gyógyszerészet vagy a biológia. Azt tudom mondani, hogy ez is multidisziplináris. Tehát amiket felsoroltál, most például novemberben én megyek a Magyar Elválasztás Tudományi Társaság vándorgyűlésére, ott analitika, tehát ott inkább kémiai fókuszú lesz. De ugye említettem, hogy azért megnézzük, hogy mi van a mézben, mi van az illóolajban, mi van a gyógynövényben, tehát abszolút, ha ezt a részét hangsúlyozzuk ki, akkor kémiai konferenciákra is tudunk menni. Aztán ugye nagyon fontos az, hogy milyen hatással rendelkeznek az általunk vizsgált mint ezáltal el tudunk menni gyógyszerészeti konferenciákon. Most volt nemrég ugye a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus Debrecenben, ahol szerepeltünk nagyon sok munkával, poszter és szóbeli előadás formájában. Az teljesen abszolút egy, sőt az nemzetközi konferencia, gyógyszerész konferencia volt, és akkor vannak olyan konferenciák, akár hazai, akár nemzetközi, ahol meg a biológiai hatásra tudunk fókuszálni, tudunk menni fitoterápiás kongresszusokra. Most hadd mondjam el, hogy nemzetközi szinten benne vagyok egy illóolaj társaságban, és ott évente szervezzük meg az ISEO konferenciát, ami az International Symposium on Essential Oils névből jön, ez a rövidítése, és most úgy döntöttünk, ketten vagyunk benne, Budapestről egy kollégám, és én Pécsről ebbe a bizottságba, hogy most idén Magyarországon fogjuk most már harmadjára szervezni ezt a nemzetközi konferenciát, ott meg minden az illóolajokkal kapcsolatos, tehát a nanotechnológiai formulálásuktól a különböző felhasználáson át, analitika, hamisítás, cégek képviselői, akik illóolajokat állítanak elő és forgalmaznak világszerte, úgyhogy nagyon izgalmas konferenciára számítok ismét csak. Te is említetted már, hogy a COVID-járvány az egy ilyen mérföldkő volt sok szempontból. Erről mi is sokat szoktunk beszélgetni itt a podcastben a vendégeinkkel.
Kemenesi Gábort és Kuruc Kornéliát már kérdeztük azzal kapcsolatban, hogy mennyire változott meg az ő kutatásaiknak így a támogatottsága, pont azért, hogy ugye vakcinák gyártása miatt, illetve a vírusoknak a vizsgálata miatt, vagy ugye a vektorszervezetek vizsgálata miatt. Te is említetted, hogy azt érzed, hogy a gyógynövény kutatás felé is fordultak egy kicsit a laikusok is érdeklődőbbek, hogy tudnak természetes módon terápiákat alkalmazni. Hogy látod egyébként, hogy mennyire támogatottak a gyógynövénykutatások, akár az egyetemeken, akár a piaci szektorban? Hát ez is azért nagyon országa válogatja, mert azt látom, hogy ugye nálunk Magyarországon sajnos a gyógynövény szektor, pedig régen gyógynövény nagyhatalom voltunk, tehát jóval nagyobb területeken termesztettek gyógynövényt, mint ma, és egy-két olyan cég van Magyarországon, akiknek hatalmas, akár 90 hektár meg e fölötti területen termesztenek gyógynövényeket, és ha ők is termesztenek és előállítanak valamit, akkor sajnos, mivel a magyar vásárlói közösség nem annyira jó, de anyagi értelemben, ezért ők is a jó minőségű termékeit, tudom azt, hogy sok esetben Nyugat-Európába viszik el, és ott olyan a piaci helyzet, hogy ott tudják olyan áron értékesíteni, amiért tényleg egy jó minőségű gyógynövényért képesek fizetni. Tehát ez egy probléma, sokkal jobban itt már tudományos körökben is, vagy gyógynövénytermesztők is, van egy ilyen gyógynövényszövetség és terméktanácsban jelenlévő cégek, személyek szoktak konferenciákat szervezni ezzel kapcsolatban, hogy jóval nagyobb potenciál lenne a gyógynövényekben, és Magyarország adott lenne arra, hogy gyógynövényeket termesszünk. Én azt mondom, így most kutatói, oktatói szemszögből jobban meg kellene támogatni ezt a szektort, és szerintem abszolút piacképes termékeket tudnánk, mert megvan a szaktudás is, ott vannak az egyetemeken is a kutatóknál, de a mindennapi életben a cégeknél is ott van az a know-how és a rendelkezésre a infrastruktúra, hogy egy nagy összefogással és egy kormányzati támogatással én úgy gondolom, hogy lehetne fejleszteni ezt az iparágat még jobban, mint ahogy most van. Külföldön azt látom elsősorban, hogy például Brazíliában iszonyatos pénzeket tudnak erre fordítani, és termékeket, gyógynövény alapú termékeket forgalmaznak, és sajnos előbb-utóbb meg fogjuk azt tapasztalni, hogy majd ezek a termékek fogják Európát elárasztani, és akkor már egy kvázi igencsak érdekes versenyhelyzet alakulhat ki, de úgy gondolom, hogy inkább itt, ha erre van lehetőség Magyarországon, vagy Európában is gyógynövényeket termeszteni, akkor, és megvannak hozzá feltételi, akkor itt kellene, tehát Európát ellátni az itt megfelelő kontrollált körülmények között termesztett gyógynövényekkel, elárasztani, hogy így fogalmazzak. Már korábban említetted Nyíredi Szabolcs professzor urat, a Budakalászi Gyógynövénykutató Intézet igazgatóját, hogy nagyon sokat tanultál tőle, és hogy ő segített neked így a publikációs tevékenységet szánybontogatása során. Te most milyen tanácsokkal látnád el a pályakezdő kutatókat ezen a téren, illetve így az intézetben mennyire tudjátok segíteni őket, a PhD hallgatókat, akiknek már publikálniuk kell? Hát abszolút, ugye például amikor én voltam PhD-s, akkor kaptunk erre egyfajta felkészítést is, hogy most tudom, hogy ti is foglalkoztok ilyennel, hogy hogyan publikáljunk, hova publikáljunk, tehát hatalmas támogatást kapunk tőletek, amit ezúton is nagyon köszönünk és hálásak vagyunk érte. Tehát ugye ritka az, amikor azt mondhatom, hogy valaki úgy születik, hogy egyszerűen leül és kész, és megír egy fantasztikus cikket, amit elsőre a Nature-be elfogadnak. Tehát ezt is tanulni kell. Ennek van egy másfajta műfaja,
milyen legyen az az absztrakt, milyen kulcsszavakat adjak meg hozzá. És nagyon fontos ugye az angolság, ugye most a tudományos életben azért az angol az, ami a fő nyelvezet. Mint kolléganőmmel, Ágival végültünk egy ilyen kurzust, hogy ott tényleg az angol nyelvtani szófordulatokba is belevezettek bennünket, hogy hogyan írjunk meg jól egy tudományos cikket, és mivel mi is megkaptuk ezt a tudást, ezért ezt átadjuk a mi PhD hallgatóinknak is. Én nagy gondot fordítok arra, hogy fejlesszék az angol tudásukat, tehát angol szaknyelvet is tanulhatnak, illetve, hogy mi az a publikációs folyamat, beszélünk a Predator folyóiratokról, együtt válasszuk ki általában az, hogy hova publikáljunk, és akkor nem írom meg helyettük a cikket, mert abból nem lehet ugye tanulni, hanem ahogy az én időmben is, tehát hogy először próbáljam meg kiszenvedni magamból, az lehet, hogy tele van hibával, vagy nem, de akkor segítünk, és akkor átírja az ember, vagy akkor leülünk és megbeszéljük, hogy ezt hogy kellene csinálni még, hogy kell javítani a minőségén, tehát ez is egy ilyen közös folyamat, de mindenképpen megkapják hozzá az alapismereteket, meg is próbálkoznak a cikkírással, és akkor majd utána együtt korrigáljuk. Ha már a Predator publikálást szóba hoztad, nekem a beszélgetés elején, amikor arról meséltél, hogy érdemes az interneten felelhető gyógynövény alapú készítményeknél felelősségteljesen választani és kritikusan nézni ezeket a forrásokat, akkor egy az egybe ez jutott eszembe, hogy nagyon hasonló ehhez, amikor kiválasztunk egy folyóiratot, hogy megnézzük azt, hogy a folyóiratot milyen kiadótársaság adja ki, milyen sok éves munkatapasztalat áll a szerkesztők mögött, valóban hiteles folyóirat kiadóról, vagy tudományos közösségről beszélünk, akik kiadják ezeket a folyóiratokat. Ahogy most ezekről beszéltél, úgy érzem, hogy neked ez nem jelent gondot, és nincsenek ilyen tapasztalataid Predator kiadókkal, de hogy mesélnél nekünk arról, hogy milyen tapasztalataid, akár jó vagy rossz tapasztalataid vannak a kiadóknak a működésével kapcsolatban? Szembe találkoztam én is már Predator folyóirattal, meg kaptam egyszer egy e-mailt, és hogy szerették volna, hogy közöljek oda. Ráadásul hivatkoztak egy korábban megjelent munkámra. De azért úgy voltam vele, itt is nagyon fontos a tudatosság. Tehát vegyünk annyi fáradtságot, nem rögtön visszaírunk, és hú, de jó, mert felkértek, és jó, ebben már egyébként szerintem egy tapasztaltabb szenior kutató nem fog belefutni, de esetleg egy junior, aki hú, de jó, mert érdeklődnek irántam, és akkor esetleg belefuthat ebbe, hogy egy Predator lapnak adja, vagy laphoz adja be a cikkét. Tehát le kell ellenőrizni igen komolyan az, hogy az egy Predator folyóirat vagy nem, és amiket felsoroltál itt, Rita, ezeket a szempontokat figyelembe véve kell választani folyóiratokat, de nagyon örülünk, hogy ebben is a könyvtártól is tőletek kapunk ilyen szolgáltatást, hogy én elküldöm, hogy ide szeretném ezt, és nézzétek meg, hogy ez rendben van ez a folyóirat. Annál is inkább, mert ugye most már tudjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia is kiadott, sőt bizonyos osztályai állásfoglalást, hogy milyen folyóiratokba lehetőleg ne publikáljunk, mire figyeljünk oda. Nektek is van erről nagyon jó anyagotok. Úgy gondolom, hogy a tudatosság a kulcsszó ezen a téren, tehát ne adjuk oda, főleg ahogy ecseteltem, hogy mennyi munkánk, időnk, energiánk, pénz van benne, amíg egy cikk elkészül. Tehát kaptam én is már, és akkor gyorsan próbáltam lecsekkolni itt a kiadót. Ezek általában ázsiai országok kiadói sajnos, most minden rossz nélkül jegyzem ezt meg, és aztán zéró információ, tehát utána, amikor rámegy az ember, ott keresi őket, hát akkor nem egy Elsevier, vagy egy Taylor & Francis kiadóval fogom magam szembe találkozni, na és akkor már kész, tehát akkor ott nem is folytatjuk a kommunikációt, vagy el se kezdjük. Ez a tudatosság, az mindenképpen egy javaslatom lenne, hogy nézzük meg, vagy kérjünk akkor akár könyvtári kollégáktól segítséget ebben. Úgyhogy ilyen szempontból elkerültem a rossz tapasztalatokat.
Az tény és való, hogy most itt is megjelent egy, ugye vannak, beszélünk sokat az MDP is lapokról, de az valóban, ha belegondolunk, hogy ők bevezették azt, hogy akár egy hónap alatt a bíráltatástól kezdve már meg is jelenik a publikáció, összehasonlítva esetleg más kiadók gyakorlatával, hogy volt úgy, hogy fél év után rászóltam az editorra, hogy akkor most mi történik, mert nem látok semmi változást a rendszerbe, még mindig csak az, hogy befogadtuk, vagy bírálat alatt. Itt azt kellene inkább a kiadók oldaláról megérteni, vagy hát az oktatókat, kutatókat megérteni, hogy ha tényleg itt egy versenyhelyzet van köztünk, hogy ahogy a publikációs eredményeinket minél előbb publikáljuk. Tehát most ez az időfaktor, ez nagyon fontos. Sokszor nincs időnk arra várni, hogy fél évek vagy egy év alatt jelenjen meg. Tehát hogyha ezt emiatt én nem marasztalnám el az MDPI lapokat, az valóban, hogyha vannak olyan gyakorlataik, hogy mondjuk átcsúszik valami a bírálaton, de ezeket szerintem az, hogyha átvilágítják a megfelelő szervezetek ezeket a kiadókat, és kiszűrik őket, és esetleg korlátozzák a működésüket, tehát itt is egy tisztítást kellene végezni. De ha oktató vagy kutatói szemszögből nézem, nekem fontos az, hogy amikor benyújtom a közleményemet, akkor lehetőleg az egy-két hónapon belül megjelenjen, és meg tudjam osztani a szélesebb tudományos körben. Te magad is említetted korábban, hogy vállalsz vendégszerkesztői munkákat, illetve hogy lektorálói tevékenységet is folytatsz, és most itt is rátértél erre a kérdéskörre, hogy mennyi ideig tart a bírálati folyamat. Ezzel kapcsolatban is a tapasztalataidról, illetve a meglátásaidról szeretnélek kérdezni, hogy neked ez mennyi munka órát jelent, illetve hogy mennyire érzed például hasznosnak a pályafutásod során, hogy vállalsz ilyen munkákat? Ugye egyrészt itt is van egy presszió, hogy kell is, tehát aki kutató, annak ugye kell a teljesítmény értékelésébe beszámítják, hogy te válasz bírálói szerepkört is, tehát van egyfajta kötelezettség is ebben. Másrészt én azért szeretek elvállalni bírálatokat, mert akkor látom azt, hogy akár a saját tudományterületemhez kapcsolódott, amihez nem értek, azt én nagyon becsületesen visszaírom a kiadónak, hogy ne haragudjanak, de ebben nem vagyok én kompetens, úgyhogy, és akkor megpróbálok javasolni esetleg magam helyett hozzáértőt, személyt, de lehet belőle tanulni. Tehát főleg, amikor egy review cikket bírál, egy összefoglaló cikket bírál blog, akkor múltkor is az illóolajokkal kapcsolatban, és ezeknek az antibakteriális hatásáról is nagyon jó cikk jött össze, tehát akkor abból én magam is tanulok, meg rá vagyok kényszerítve, vagy utána nézek egy-két dolognak. Egy összefoglaló cikknek az átnézése az több időt vesz igénybe, hát ezek sokszor van úgy, hogy 30-40 oldal terjedelmű is, angol nyelven természetesen, vagy vannak magyar cikkek is, ugye akkor azokat természetesen kicsit gyorsabban olvassa az ember, és vannak ugye a rövidebb eredeti közlemények, ezek az original articles típus, ami szintén témától függ, hogy most, ha jobban, mélyebben benne vagyok én is abban a témakörben, akkor elég egy-két nap, valamikor egy nap alatt át tudok nézni egy ilyen cikket. De volt olyan is, amikor már az abstraktot és az introduction részt, tehát a bevezető részt néztem meg, és nagyon rossz volt angolságilag, belekukkantottam a módszerekbe, nem voltak helyesek, és akkor meg tudtam pár óra alatt írni a szerkesztőnek, hogy én ezt itt rejectelem, tehát nem javaslom a közleménynek a megjelentetését. Úgyhogy nagyon egyébként nagy felelőssége van a bírálónak, úgy gondolom, mert egyrészt ne fogadjunk el olyan cikket, amihez nem értünk, mert akkor arról hogyan tudnánk megfelelő bírálatot mondani. Másrészt itt viszont volt rossz tapasztalatom, mert arra emlékszem, hogy kaptam egy folyóiratot, és nagyon-nagyon nem volt jó minőségű, és én visszaküldtem, hogy én ezt inkább úgy gondolom, hogy vagy teljesen új kísérleteket végeznek hozzá, tehát és újraírják az egészet, de ilyen formában nem javaslom a közlemény megjelentetését. És akkor eltelt egy kis idő,
és akkor egyszer csak jött a értesítés az editortól, hogy akkor közlik velem, hogy ez a cikk megjelent. És akkor el is értem a kézirat, vagy magát a megjelent cikket, és szinte dettó ugyanúgy közölték le, ahogy én ezt nem tartottam megfelelőnek, tehát sajnos ilyenek is vannak a rendszerben. Itt is úgy gondolom, hogy a minőségre kellene törekednünk, és nem a mennyiségre. Ez egy jó záró mondat volt. Mielőtt rátérnénk az ismeretterjesztés blokkunkra, még a kutatói márkaépítéssel kapcsolatban szeretnélek kérdezni. Erről is szoktuk kérdezni a kutatóinkat, de azért is aktuális a te esetedben, mert ugye pont június végén került megrendezésen állatok a Karon egy ilyen workshop, ami ezekkel a témakörökkel foglalkozik. Te mennyire vagy tudatos a saját láthatóságod építése során? Mit érzel, hogy hogyan tudsz kitűnni és nagyobb ismertségre szert tenni, illetve mit tartasz a nemzetközi kapcsolatépítés leghatékonyabb módjának? Ezt azért is kérdezem, mert tudjuk, hogy nagyon sok külföldi konferenciára is jársz, illetve hogy több helyen válasz külföldön is vendégelőadói feladatokat, illetve hát a publikációidban is látszik, hogy rengeteg külföldi társszerződ is van. Az, az igazság, hogy én még mindig azt tartom célra vezetőnek, hogy azért menjünk konferenciákra, mert a személyes beszélgetések, és amikor valakit személyesen látok ott, és utána lehet, hogy cserélhetünk e-mail címet, meg névjegykártyát, egyebeket, de utána már az első e-mail megírása az már sokkal barátibb, hogy így mondjam, tehát meg könnyebben megy, mert már tudom, hogy kinek írom, volt egy jó beszélgetés is esetleg köztünk, és akkor így elkezdődhet a kapcsolatépítés. Tehát azért a személyes találkozók nagyon fontosak, úgy gondolom. Fontosnak tartom, egyre inkább fontosnak tartom, de azt is érzem, hogy vannak hiányosságaim, úgyhogy azért vettem én is részt ezen a gyógyszerészkari kis workshopon, amire nagyon hálás vagyok, és a te előadásodat is nagyon-nagyon élveztem. Több idő kellene rá. Az az igazság, hogy most egy kicsit próbálok én időmenedzsmentről beszélni, meg időmmel gazdálkodni, de azért mégiscsak 24 órából áll egy nap, tehát mondjuk, hogyha ebben is esetleg most így eszembe jutott, hogy itt beszélgetek veletek, hogyha kaphatnánk segítséget, mert ugye nagyon sok, azt lehet, hogy tényleg egyetemen kívül lévők nem tudják, hogy mi tanulmányi hivatalos, úgynevezett Neptun rendszert kezelünk, van egy levelező rendszere, nem tudom, szerkesztőként X újságnak a rendszerét kezelem, miket kezelünk, mi nagyon sok MTMT-t, ahol a publikációink vannak, az igaz, az most valóban nálunk te kezeled, de annak örülök is, tehát, de bármilyen pályázatot beadok, akkor ott írom a jelentéseket, tehát már azt se tudom lassan hány jelszom van egy listám már erről, tehát, hogy nagyon sok rendszert kezelünk, és akkor ugye ott van még, ugye, talán kimondhatom ezeket a közösségi médiákat, vagy nyugodtan itt, tehát ugye Facebook oldalam nekem is van, de én ott még ugye elmaradtam, bocsánat, LinkedIn azt most csináltam, de ott se vagyok profi felhasználó, tehát azt is még tanulnom kell, de például a TikTok, meg még a Instagram az vissza van. De lehet, hogy most azon gondolkodtam, hogy egyszerűen csak kellene egy ilyet csinálni, hogy ott is azért megjelenjen az ember. Ugye mindenhol más célcsoport van, és szerintem minden célcsoportnak egyébként lehetne a saját nyelvezetével beszélni a mi kutatásainkról is, de egyszerűen erre idő nincsen már, hogy ezeket kezelgessük. És ugye azt pont tőletek hallottam, hogy most, hogyha csak, nem tudom én, a LinkedIn-re is két havonta egyszer lépek fel egy percre, az nem fog eredményre vezetni, vagy ott a ResearchGate, ugye, ami még a kutatóknak egy fontos platformja. Tehát ezeken egyrészt tudunk kapcsolatokat építeni, tehát most nagyon látom, hogy ez az online kapcsolatépítés is ugye megy, de én jobb szeretek úgy elmenni egy konferenciára, és ott személyesen is találkozni az illetővel, jobban le tudod venni azért az ő gesztusairól is, hogy később ő vele szívesen fogsz együtt dolgozni, vagy egy kellemes beszélgetés volt csak ott a konferencián.
De azt látom, hogy erre nagy hangsúlyt kell fektetni, csak hogyha ebbe is mondjuk én szívesen, nem tudom, lenne mellettem egy ilyen személy, aki kezelni az én Facebook és LinkedIn profilomat, persze velem egyeztetve, akkor én ennek nagyon, nagyon örülnék, úgyhogy MTMT adminisztrátorunk már kiváló, úgyhogy Rita személyébe, úgyhogy... Köszönöm szépen. Igen, egyébként én is azt látom, hogy nagyon sok előnye van az online kapcsolattartásnak, meg munkavégzésnek, de azért a személyes jelenlét, tehát ez ilyen nagyon elcsépelt szöveg, de tényleg nem lehet pótolni. Viszont most visszakapcsolódhatnak azok a hallgatók, akiket annyira nem érdekelt a publikálás, meg a kutatás intézményesült formája, és akkor élvezhetik a további ismeretterjesztő blokkunkat. Mivel nagyon előre haladott az idő, ezért egy kicsit fejben átterveztem ezt a blokkot. Nagyon sok aspektusáról beszéltünk a mennyis ismeretterjesztésnek, leginkább arról, hogy tudatosan hogyan kell állni bármiféle gyógyszerkészítményekhez. Viszont valamiről még nem beszéltünk, amit említettél, hogy egyre fontosabbnak érzed azt, hogy a városi közönség felé nyissatok, és azok a tudások, amik nálatok megkeletkeznek, ezek legyenek elérhetőek szélesebb rétegek számára is. És egyébként, amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor nekünk is nagy segítség volt az, hogy te is vállaltál rengeteg ilyen előadást a múltban, és mondjuk akár a Nyitott Egyetem, akár a Pluszosok Egyetemének ezek az előadásai online elérhetőek, és ezeket be is linkeljük majd a blogbejegyzésbe, ami kíséri ezt a beszélgetést. Illetve hát a kutatók éjszakájáról volt szó, várjuk a szabadulószobát, meg ezért is eljöjjük a podcastet, mert valószínűleg segít majd a kijutásban. De hogy ezen is rendszeresen megjelentek. Igazából ennek kapcsán azt szeretném megkérdezni, bár ezt már valamennyire érintetted, hogy mennyire érzed ezt fontosnak, és hogy érzed azt, hogy mivel és hogy érhető el most a városi lakosság. Illetve nyilván arra is kíváncsi vagyok, hogy te hogy éled meg, neked mennyire komfortos, mennyire szereted ezt a gyakorlatban is csinálni. Mindjárt ezzel kezdeném. Tehát én nagyon szeretek kommunikálni nem csak a hallgatóinkkal, hanem tényleg akik egyetemen kívülről érkeznek és érdeklődnek a kis tudomány iránt, amit mi művelünk, meg azt látom, hogy nyitottak a gyógynövényes témák iránt az érdeklődők. Fontos lenne, tehát egyébként ebben a gyerekektől kezdve a tinédzsereken át mindenkit meg lehet szólítani. Engedjetek meg, tudom, hogy mondtad, hogy az idő előre szaladt, de reméljük, hogy két nagyon jó tapasztalatom. Bonyhádon voltam egy jó nevű gimnáziumban, és meghívtak oda, hogy tartsak egy 60 perces előadást a gimnazistáknak. Mondom, úristen, tehát én első körben úgy leizzadtam, de úgy átgondoltam, hogy hát ez egy kihívás is egyben az életemben, de nagyon régen nem tartottam már tényleg egy tinédzser korosztálynak előadás is gyógynövényekről, hát mondom, mit tudok én ott produkálni, és hát abszolút, tehát ugye, ha belegondolunk, hogy mondjuk a mák is, és az ópium, és a belőle kivont morfin, és nagyon sok érdekes vegyület jön még a növények világából, amelyekből aztán komoly gyógyszerek lettek, és ugye a morfin készítményeket ma is használjuk a gyógyászatban, és én próbáltam érdekességeket kiemelni erről a területről, és nagyon jó élményem volt, tehát úgy sikerült elkapnunk azt a közös hangvételt, úgyhogy és kifele menet a teremből megköszönték a diákság, akik ott jelen voltak, úgyhogy ez egy nagyon jó élményem volt, hogy velük is sikerült megtalálnom a közös hangot, és nemrég kolléganő voltunk a Pécsen egy óvodában, egy kis csoportban, aztán a kis csoport olyan jól sikerült, hogy a középső csoportba is meghívtak bennünket. Két, nagyon röviden mondanám el, két növényt, illóolajat mutattunk be nekik, az édes narancsot és a levendulát, ez a gyerekeknél is biztonságosan használható, és hogy kicsit közelebb hozzuk hozzájuk. Ugye ott is van olyan, aki nem szívesen megy reggel az óviba, amikor el kell búcsúzni anyutól, aputól, stb. Kicsit szorong, félelemmel vannak, és akkor, hogy lehet egy kicsit ezt így náluk oldani.
és játékos formába szagolgattunk, és a lényeg az volt még, hogy utána természetesen megfelelő módon higítva kézmasszírozást mutattunk meg nekik. Én természetesen az óvónénit masszíroztam meg, és utána pedig párba állították a gyerekeket, és akkor hát azt látnia kellett volna, azt gondolom, nem csak nektek, hanem minden podcast hallgatónak most, hogy milyen aranyosak voltak mind a kicsik, mind a kicsivel nagyobbak, a középsősök, hogy masszírozgatták őket, és egyszer megkérdeztem tőlük, itt már középsősöket, hogy és hát mit gondoltok, hogy közben ugye jó, hogyha simogatjuk is egymás kezét, hogy miért jó ez, hogyha simogatjuk egymást, és akkor megszól egy aranyos kis tündér kislány, hogy hát azért, mert szeretjük egymást. Úgyhogy ezt tudom innen is üzelni minden hallgatónak, meg aki majd leendő hallgató lesz, hogy hát a gyerekekben ott van ez a bölcsesség, ez a ősi ösztön, tudás, úgyhogy hát ezért is, tehát nem csak az illatok miatt, hanem a szeretet nyelvek is ott vannak benne, tehát iszonyatosan jó élmény volt, és mi is feltöltődve jöttünk ki, ja, és akkor még levendulat gyurmáztunk is, tehát még és még a Levendula király kisasszonyról is olvastunk egy mesét, tehát meg lehet találni a kapcsolatot, a gyógynövények és minden korosztálya a kapcsolatban, és igazából nekem az a motiváció, hogy beszéltem itt az interakciókról is, tehát a gyógyszer, gyógynövények egymás hatását befolyásolhatják, tehát hogy ezt a tudást, igen, ha már használunk valamit, és az egészségünk érdekében, akkor itt nem lehet felelőtlenül bármit beszedni, alkalmazni. Nem mentünk bele a témába, de azért hadd mondjam el, valószínűleg, hogy a hallgatóság nagy része már ismeri, hogy például ott van az étrendkiegészítő kategória, amiből szinte naponta, tehát valaki vitamint szed, az egy étrendkiegészítő, biztos vagyok benne. Tehát, hogy ezt a kategóriát ugye úgy hozzák forgalomba, hogy előtte senki nem vizsgálja a laboratóriumban, vagy abba a kapszulába, meg ebbe abba a termékben mi van. Tehát ez ellenőrzés nélkül egyszerűen, ha én étrendkiegészítőt szeretnék forgalomba hozni, akkor bejelentem a NNGK-i, most már ugye Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felé, ott megnézik az összetételt, az alapján nem találunk semmi kifogást, forgalmazási díjat befizettem, és akár egy nap múlva már a magyarországi piacon lehet, boltokban lehet az étrendkiegészítő. Nagyon komoly gondok vannak emiatt ezekkel a készítményekkel, és ezekről felvilágosítjuk a hallgatókat. Tehát szeretnénk megosztani azt, hogy nem tudom, a Mária tövis is, mivel nem vízoldékonyak a hatóanyagai tejába, hiába fogja ő alkalmazni, nem lesz hatékony. Ez egy nagyon jó májvédő hatású gyógynövényünk. És ezeket mind-mind megosztjuk, aki nagyon sok zöld teát iszik, halljuk, hogy a zöld tea jó, antioxidáns, kicsit a fogyáshoz is hozzásegít, jó, csak a napi folyadékbevitelünket azt nem a zöld teából kell bevinni, mert például a cserzőanyagok megkötik a szervezetünkben a vasat is, és akkor vashiányos lehet valaki. Tehát, hogy ugye ezeket általában nem találjuk meg így egy csokorba gyűjtve az információkat egy helyen az interneten, úgyhogy nekünk ez a motivációnk elsősorban, hogy ezeket az információkat átadjuk a nem egyetemi polgároknak. Hát ez biztos, hogy ez hihetetlenül fontos lenne, meg eleve az, hogy tudják, amiről beszéltünk is, hogy mondjuk ilyesmi kérdésekbe tőletek kell információhoz jutni, és itt vagytok Pécsen, és titeket kell keresni, nem pedig tényleg interneten olyan cikkeket olvasni, amiknek mondjuk a szerzőjét sem látják. Tehát, hogy ez nagyon fontos lenne, és tudom, mert beszéltünk már róla korábban, hogy van egy tudománynépszerűsítés célzó mecenatúra pályázatotok beadva. Ennek kapcsán szeretnélek arról kérdezni, hogy milyen céljaitok vannak intézeti szinten, vagy akár neked személyesen ezen a tudománynépszerűsítés vonalon, mi az, amit várhatunk tőletek a következő hónapokban, években?
Ugye ezt majd a nyáron születik döntés a mecenatúra pályázatokról, de azt mondtuk, hogy attól független is, hogy nyer vagy nem nyer a pályázat. Ugye itt az Bécsi Egyetem UNIF TV-vel közösen adtuk be ezt a pályázatot, mert a lényeg az volt, hogy főleg online tartalmakat gyártsunk majd le, és ehhez mindenképpen szükség volt a kollégák sok évtizedes tapasztalatára és technikai hátterére. Tehát attól függetlenül, hogy most nyer vagy nem nyer a pályázat, mi biztos, hogy el fogunk kezdeni tartalmakat gyártani. A cél az igazából már elmondtam, hogy ezeket a tudásanyagokat, amit tehát szeretnénk, hogyha a gyógynövényeket, aki használja bármilyen formában, gyógyszer, nem gyógyszer, étrendkiegészítő, vagy a kutatási eredményeinket elsősorban közérthető formában átadjuk az embereknek, és egy tudatos felhasználóvá nem alakítjuk őket, de valamilyen szinten igen. Tehát egy kicsit ilyen tudatformálás is lenne. Ők saját életükben, amikor terméket akarnak fogyasztani, vásárolni, akkor meg tudják hozni a megfelelő döntést. Belelássanak, hogy mi mit csinálunk napi szinten a laboratóriumban, milyen társadalmi hasznosíthatósága is van az ő számukra, hiszen hogy mire költjük ugye azokat a pályázati pénzeket. És itt főleg majd ugye emiatt, hogy meg fogunk jelenni többet a TikTokon, a Facebook, az Instagramon, ugyanúgy tervezünk YouTube videókat, tehát ami most úgymond egy kicsit valahol elvárás is az emberek többségétől, és akkor célcsoportra fogjuk ezeket szabni. Ebben majd természetesen, hogy az intézeti kollégák segítségére is számítok majd. Mi biztosan követni fogunk titeket, meg igyekszünk megosztani tartalmakat. Szóval köszönjük. Várjuk, és bízunk a pozitív elbírálásban. Rita készült még pár záró kérdéssel, amiket mindenképp feltennénk. Így van, és nagyon jó záró kérdések. Úgyhogy, de mielőtt elfelejteném, és ígértük a podcast felvezetőben, arra keressük a választ nálad, hogy hogyan lehet távol tartani gyógynövényekkel a szúnyogokat? Na hát ez egy aktuális kérdés, főleg így, hogy itt is ugye nagyon sok szintetikus szert így betiltanak, és már nem lehet ugye repülőről írtani a szúnyogokat, és akkor vakarózik mindenki. Az illóolajok között van nagyon sok, mert ugye ők azért egy koncentrált kivonatai a növényeknek. Majdnem általánosságban azt mondanám, hogy mindennek, aminek iszonyatosan erős illata van, az be lehet vetni ellenük, de azért van egy szűkebb kör. Nemrég irodalmaztam utána, mert termékfejlesztésben is szeretek részt venni, és volt egy ilyen megkeresés irányomba, hogy tervezzünk egy szúnyogriasztós készítményt. Hát ennek most így azért a receptúráját nem mondanám el, de majd előbb-utóbb remélhetőleg meg is lehet vásárolni ezt a készítményt. Egyébként jó készítmények vannak a már most is kereskedelmi forgalomban, csak azt nézzük meg, hogy lehetőleg ne szintetikus anyagok, vegyszerek legyenek benne. Illóolajok közül például a citronella olajat tudnám ajánlani, de a fahéj kis mennyiségben, szegfűszegről is leírták, az eukaliptusz fajokról, tehát főleg az Eucalyptus globulus, ausztrál teafának is van egy ilyen hatása, és a borsmentát. Tehát ez az a illóolaj csokor, amit betehetünk, sőt, még hogyha valaki szereti egy kicsit a rózsásabb illatot, hogy ne csak minden ilyen nagyon intenzív mentolos legyen, vagy kámforos, akkor a geránium olaja illóolaj formában, ami szúnyogriasztó hatású. És akkor ezeket ugye, ha szabadban vagyunk, akkor szépen nagyobb mennyiségben, diffúzorban alkalmazva, szobában, kisebb mennyiségben, szobamérettől függen szintén lehet diffúzorba, de fel is lehet ugye higítani ezeket az illóolajokat, és akkor spray formájában. Nekem van egy saját ilyen kis készítményem, ilyen barna, spriccelős üvegbe összeraktam, és amikor megyek a meccsekbe futni, akkor előtte azért biztos magamra fújom, és hál' Istennek most nem tapasztaltam szúnyogcsipést magamon. Egyébként ilyen tudatos felhasználás kérdéskörben pont tegnap hallottam egy ilyen beszélgetést pont szúnyog témában, hogy a szomszédban meggyújtottak egy ilyen füstölőt, és
pont erről beszélgettek, hogy hát ő nem tudja, hogy ez tulajdonképpen mi, vagy miért jó, csak látta a boltba és megvette. Tehát, hogy valószínűleg eznek kéne úgy átalakulnia, hogy tudatosan megnézi azt, hogy mi van benne, és hogy lehetőleg az természetes legyen, igaz? Ez így van, tehát most megint eszembe jutott egy példa erről, hogy például nálam otthon a toalett illatosító is illóolajokból van összerakva, ugye a citrom, levendula, fenyő illatot, ezeket szeretem. Most egy levendula-citrom kombó van otthon, azt is kicsit felhígítom, és akkor egy ilyen pumpás fejű sötét üvegeket lehet beszerezni, és használat előtt kicsit felrázom, és azt pumpálom a, mert ugye amik vannak ilyen nagyon szép csomagolásban, ha megnézzük ott például egy levendula illatónál, biztos, hogy az összetevők között fogok találni linalol nevű vegyületet, de a szintetikusan teszik bele ezt a aroma anyagot. A levendula pedig a növény maga olyan levendula illóolajat tud előállítani, amiben ott van a linalol. Tehát a növény ezt maga is meg tudja a kis anyagcsere folyamata során termelni, és ez bekerül, amikor kivonják belőle desztillációval az illóolajat, akkor ott lesz benne a linalol. Tehát nálam ez is abszolút természetes forrásból, és nem ezeket a háztartási vegyipari termékeket alkalmazom. Tehát én nem szeretem a szintetikus aromaanyagokat, kicsit becsapják az orrunkat. És még egy gondolat eszembe jutott, ugye, hogy végülis azért alkalmazzuk ezeket az illatokat, nagyon kifinomult szaglórendszere van a szúnyogoknak, még pont tegnap este olvastam erről egy angol nyelvű cikket, és igazából ezekkel az illatokkal, tehát elfedjük, mert ők a humán bőr illatát érzik meg, és arra jönnek, arra kifinomultak, és ezért találnak meg bennünket még a sötétben is, amikor alszunk, de ezekkel akár egy illóolajos készítménnyel, vagy bármilyen szúnyogriasztó készítménnyel igazából mi magunk válunk, vagy rejtőzködünk el a szúnyog elől. Ezeknek ez a célja. Nagyon érdekes volt. Kénytelen leszek kidobni az összes WC-sprét otthon, vagy WC-illatosítót. Tök jó, hogy így betekintést engedtél nyerni nekünk abba, hogy te így otthon miket használsz, és nagyon érdekelne minket az is, hogy akkor neked van is otthon ilyen gyógynövénykerted, és milyen céllal, milyen növényekkel alakítottad ki, ha van. Pécsen egy panel lakásban lakom, úgyhogy be vannak szűkítve a lehetőségeim, de van egy kis balkon ládám, amiben most éppen borsmenta van, mert a limonádéba azt szoktam beletenni, és bazsalikom, mert imádom a salátákat, úgyhogy most ezt a két növényt nevelgetem ott sikeresen az ablakomba, viszont ha hazamegyek, szüleim Kaposváron élnek, hát ott meg a levendulától kezdve a rukkola, mindenféle zöldség, fűszernövények vannak a kertben, tehát ott viszont tudom kicsit termezgetni, és így anyukám meg pátyolgatja őket hétköznap. Nagyon jól hangzik. És akkor egy utolsó záró kérdés. Nem tudom, hogy olvastad-e, vagy nézted-e a Harry Potter franchise könyv és filmsorozatot. Azt szeretnénk kérdezni tőled, hogy melyik tantárgyat oktatnád szívesen, a bájitaltant, vagy a gyógynövénytant? Mielőtt erre válaszolnék, ha meséljem, mert ahányszor rá gondolok, tényleg mosolygás fog el. Az első részét néztem sajnos, de tudom azt, hogy könyvbe is, meg a maga a sorozat és a film többi része, vagy lehet, hogy jeleneteket láttam benne, úgyhogy mondtam, hogy egyszer most már le kell ülnöm, és ráadásul jól tudom, jön is most valami új sorozat is belőle, tehát kicsit le vagyok maradva, vannak hiányosságaim, de nemrég voltunk egy nemzetközi konferencián kolléganőmmel Amerikába, hát ott azért Budapestről Amerikáig elég hosszú volt az út, és ő hozta a kis tabletjét, és lám-lám oda néztem, és mit nézett ő, a Harry Pottert, és ott szinte az összes sorozat lement, vagy a minden film, tehát mondtam is, hogy most már akkor, és az ő tabletjén ott én is néztem a Harry Pottert. Hát attól függ, tehát, hogy mi a cél, mert ugye a gyógynövények között is van afrodiziákumok, tehát amik egy kicsit ugye a szerelmes kedvet élénkítik, és hogyha mondjuk valakit valamire most jó értelemben szeretnék rávenni, lehet bájitalt kevernék, és a másik... A gyógynövények.
gyógynövénytan volt. A gyógynövénytant, hát az pedig, hogyha csak esetleg az egészségünket szeretnénk megőrizni, vagy esetleg gyógyítani valami betegséget, akkor a gyógynövény. Tehát bevállalnám mind a két tantárnak az oktatását, de a célcsoporttól a függ és a céltól, hogy mi a célja a kurzusomnak. Én azt gondolom, hogy mindegyik menne neked. Szerintem egyébként ebből például nagyon népszerű ilyen tudományos ismeretterjesztő projekt lenne, hogy megnézni az ottani gyógynövényekkel kapcsolatos, nem tudom, elképzeléseket így fact-checkelve, hogy ezek mennyire állják meg a helyüket. Egyébként az írónő is elvileg pont ilyen népi gyógyászat, meg ilyen hasonló forrásokat használt fel ezekhez, szóval vannak itt átfedések. Meg ehhez kapcsolódó nekem most Agatha Christie regényei jutottak eszembe, tehát én viszont rajtuk nevelkedtem, és imádom az írónőnek a regényeit, és az összes Poirot megnéztem, tehát ott viszont zseniálisan írja ő le, hogy a datúrától kezdve a kalabárba, hát csak ott egy kicsit más célra használták fel ezeket a növényeket, ugye mérgezési célokra, de például egy-egy, amikor tanítjuk az alkalói témakört a gyógyszerész hallgatóknak, akkor most például belefűztem azért az Agatha Christie regényeket, és nagy örömmel vettem, hogy olvassák a diákjaink ezeket a krimiket, úgyhogy de most már a Harry Potter lesz a következő. Azért az Agatha Christie-t se felejtsük el. Igen, Agatha Christie is örök. Nagyon szépen köszönjük, Györgyi, hogy eljöttél hozzánk, és elfogadtad a meghívásunkat. Egy élmény volt, szuper dolgokat tanultunk, úgyhogy mindenkinek tényleg csak javasolni tudjuk, hogy keressék meg az előadásaidat. YouTube-on jó pár fönt van, azokból is rengeteget lehet tanulni, és olvassanak a gyógynövényekről. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál, további sikereket kívánunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívásotokat, és hát a kutatók éjszakájára is várunk. Mindenkit sok szeretettel. Köszönjük. Ott leszünk.